Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Budapest Fejlesztési Központ online fórumán, melynek témája megújuló Szentendrei Hév Budapesti szakasza. Én Lukács Házi Gergely vagyok, én leszek a mai beszélgetésnek a moderátora, és engedjék meg, hogy először bemutassam önöket a, Önöknek a velem egy asztalnál helyet foglaló urakat, egyrészt Vitézi Dávidot, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatóját. Jó napot kívánok! Másrészt pedig Somodi Lászlót, szintén a Budapest Fejlesztési Központnak a közlekedés fejlesztési főigazgatóját. Jó napot kívánok én is. Először engedjék meg, hogy a menetrendről beszéljek, hogy hogyan is fog kinézni ez a mai találkozónk. Tervezetten 8 órakor fejezzük be legkésőbb, hogyha odáig elhúzódnak a kérdések a e, magát a fórumot. És először prezentációkkal fogunk kezdeni, tehát a vezérigazgató és főigazgató úr fog prezentációt tartani a témában. Ezt követően pedig kérdésekre lesz lehetőségük. A kérdéseket szóban és írásban is fel tudják tenni, hogyha szóban szeretnének hozzászólni, akkor kérem, hogy a, a, képernyőjükön látható raise hand feliratú kis kéz ikonra kattintsanak rá, azzal fogjuk tudni látni, hogy önök szeretnének hozzászólni, és majd meg tudjuk adni akkor a hangot és a lehetőséget a hozzászólásra. Ha viszont nem szeretnének szóban hozzászólni, akkor lehetőségük van írni nekünk, ehhez a Q&A feliratú kis ikonra kell kattintaniuk, ott tudják megírni kollégáimnak a kérdésüket, és ez ezeket is így szóban fogjuk majd megválaszolni. Fontos még elmondanom, hogy magáról a mai találkozóról felvétel készül, tehát mindenki, aki hozzászól, kérem, hogy legyen ennek is tudatában, és ezeket majd közé fogjuk tenni a BFK-nak, vagyis a Budapesti Fejlesztési Központnak a honlapján, a bfk.hu-n. Ezen felül még talán azt érdemes elmondani, hogyha esetleg önökben marad valamilyen kérdés akár a, a találkozó után, akár menet közben el kell menniük, és mégis szeretnének kérdezni, akkor a közösen kukacbfk.hu e-mail címre küldjék el kérdésüket, és a kollégák igyekeznek majd minden kérdést megválaszolni. Azt hiszem, minden fontos dolgot elmondtam, amit el kellett mondanom, és akkor most szeretném megadni a szót Vitézi Dávid vezérigazgató úrnak. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, vagy jó estét kívánok. Egy prezentációval készültünk, amit Somodi főigazgatóra közösen fogunk bemutatni, és utána igyekszünk válaszolni az önök felvetéseire és kérdéseire. De vagy kezdjem azzal, hogy röviden összefoglaljam bevezetésképp, hogy miért vagyunk ma itt, és miért tartjuk meg ezt a fórumot. A H5-ös tehát a Szentendrei hév rekonstrukciójának tervezése körülbelül egy éve, kicsit több mint egy éve zajlik. A tervek készülnek, most vagyunk abban a fázisban, hogy meg tudjuk mutatni, hogy hol tartunk, és milyen műszaki tartalom várható a H5-ös hévnek a budapesti szakaszán. Fontos azt hozzátenni, hogy a teljes projekt kiterjed az agglomerációra is, a Szentendre és Békás megyer közötti szakaszra. Általánosságban fogunk erről is beszélni ma, de állomásról állomásra most ezen nem megyünk végig, hogy pontosan mi történik arra egy külön fórumot fogunk szervezni az agglomerációs önkormányzatokat, és persze az ezen településeken, Budakalászon, Pomázon, Szentendrén élő embereket fogjuk inkább megszólítani. Most, mivel a budapesti téma önmagában is elég nagy, erre egy külön fórumot szenteltünk első lépésben. És akkor gyorsan megosztom a képernyőmet, remélem sikerrel járok, és látják is. Tehát a mai fórum az a Szentendrei Hév, Batyányi és Békás közötti szakaszának fejlesztéséről fog szólni. A első lépésben nem fogok hosszú történeti kitekintést tenni, de talán nem árt felidézni, hogy maga a Szentendrei hév az egy 1888-ban létrejött, egy teljesen más város szerkezetben létrejött vasút, ami hát egy ilyen mai fogalmaink szerint majdnem egy kisvasúti típusú üzemmel indult el a, a 20. század elején, ez aztán fokozatosan fejlődött az Óbudai térség, meg aztán később az Észak-Budai agglomeráció beépültével egy elővárosi típusú vasúttá. Mint, hogy itt a képeken is látszik, ugye a bemtéri visszavágás után 60-as években a Margit-hídnál már óriás tömegek rohamozzák meg ezeket a híveket. Ekkoriban már ugye Óbuda benépesülése javában lendületet kapott. És aztán a lakótelepépítések, illetve a szuburbanizáció megkezdése nyomán 1971-ben épül az az alagút, amivel a Batyánytéri hosszabbítják meg a vonalat, és ugye mind a mai napig ez az 1970-es évek elején kialakult rendszer az, ami domináns, és ezt használjuk minden nap. Ugye egy furcsa helyzet ez a hév, vagy egy furcsa üzem ez a hév, egyrésztről egy elővárosi vasút, ami kimegy az agglomerációba, külterületeken halad, nem egy, nem egy metrószerű elzárt üzem, de az utasforgalma, a járat sűrűsége mégiscsak egy metró típusú igénybevételre utal, ugyanakkor vannak színveli átjárói, nincs oly mértékig elvágva a város szövettől, mint mondjuk egy metró a Pillangó utcánál, vagy a határút utána a hármas metró, amelyet nem lehet sehogy szintben keresztezni. Tehát ez egyfajta vegyítés a különböző üzemmódoknak, sűrűbben és pontosabban jár, és egyre egyen megbízhatóban talán, mint a MÁV elővárosi vonatai, ahol tehervonatokkal, intercity keverednek az elővárosi vonatok ugyanakkor, és városi a sűrűséget kínál, ugyanakkor nincs olyan területelvágó hatása, vagy nem megy végig föld alatt, vagy föld fölött, mint egy, mint egy metró. Ebből a kiindulási alapból látunk neki a munkának. Miért kell vele foglalkozni? Lehet, hogy valaki úgy gondolja, hogy a Szentendrei hív olyan jó állapotban van, hogy sűrűn jár, megbízható, a pontosság egyébként tényleg egyedülállóan jó, 99% fölötti. A konzorciumi partnerünk, a MÁV Zrt, akivel közösen valósítjuk meg ezt a beruházást, azt gondolom, hogy minden megtesz azért, hogy a Szentendrei hévet annak ellenére egy nagyon magas színvonalon és nagyon megbízhatóan üzemeltesse, hogy egyébként a járműpark rendkívül elavult, egy közel 50 éves járműállomány működik, ezt mindenki ismeri, ezek nyáron túl meleg, télen túl hideg, és egyébként magas padlós, nem akadálymentes, nem igazán magas komfortszintű járművek, ezek a kelet vonatok, amik itt járnak. Maguk a peronok sem akadálymentesek, tehát hogyha egy korszerű akadálymentes jármű érkezne a vonalra, amit szeretnénk is, akkor abba a babakocsival, esetleg kerekesszékkel nem lehet szintben beszállni. A teljes felújítás szükséges az elővárosi szakaszokon. Budapesten belül történt egy pályafelújítás 2005 és 7 között, még amikor a BKV menedzselte a vonalat, de az agglomerációs szakaszon ez elmaradt, és ott a pályalapotok rendkívül rosszak. És hát van egy olyan víziónk, amiről mindjárt beszélni is fogok, hogy ezt a vonalat egyszer az ötös metró részévé alakítsuk át, nyilván erre is gondolnunk kell. A gondolkodásunknak a kerete a budapesti agglomerációs vasúti stratégia, az a dokumentum, amit Balázs államtitkárúrral és Balázs államtitkár úrral és Homolya Roberta a MÁV elnök vezérigazgatójával közösen mutattunk be az idei év elején, amely egy körülbelül 20 éves távlatban igyekszik egy víziót megfogalmazni arról, hogy milyen módon, milyen irányokba érdemes fejleszteni az elővárosi vasutakat, a MÁV elővárosi vasútvonalait és a hévvonalakat Budapesten és annak térségében. Ennek a helyzetképében láthatjuk, hogy miközben napi körülbelül félmillió utazás történik a budapesti agglomerációban Mávon és Héven egyaránt, messze a legnagyobb forgalmú utas vonal, tehát a legnagyobb utasforgalmú vonal a h 5 Szentendrei Hév, ahol a napi utasszám meghaladja a százezret. Lehet látni, hogy lényegében a legforgalmasabb Máv elővárosi vonalak utasforgalmát, ha összeadjuk a Vácit, a Ceglédit, és még hozzáadjuk mondjuk az új szenszét, akkor kapunk akkor utasforgalmat, mint ma a Szentendrei Héven. Tehát a hév ma is nagyon nagy teljesítményt ad le, és nagyon magas szinten működik, nagyon nagy számú utast elszállít. Mi a víziója ennek a budapesti agglomerációs vasúti stratégiának? Ez nem csak a Szentendrei hévre, hanem az összes hévre és az összes elővárosi vasútra vonatkozik. Ahol rossz állapotú a pálya, újítsuk föl. Ez itt mondjuk leginkább az agglomerációs szakaszra vonatkozik bővítsük általában a rendszer szintű kapacitást, ez például majd mindjárt beszélek róla ezen a vonalon, amiatt releváns, mert szeretnénk az Esztergomi vasútvonal kapacitás problémáin segíteni azzal, hogy a vonat, néhány vonat beközlekedhessen a hévre a Batyányi térig, a fejpályaudvarokból legyen átmenő pályaudvar, ez nyilván a nagy vasútnál is fontos, de hát valójában a Batyányi tér is egy picike, de mégiscsak fejpályaudvar, tehát amikor az ötös metró víziójáról beszélünk, az is valahol ennek feleltethető meg, sűrítsük a járatokat, hogy több ember tudjanak színvonalasabban elszállítani, Um, újítsuk meg az állomási környezeteket, ez ugyanúgy igaz uh, uh, erre a projektre is, már is fogjuk mondani, hogy hol mit tervezünk. Alakítsunk ki P pluszer és B pluszer parkolókat, tehát személyautó és biciklitárolókat az állomások helyén, ahol ez lehetséges és szükséges. Része ennek a beruházásnak is. Jöjjenek létre jobb átszállási kapcsolatok, ez is célunk. Um, újítsuk meg a járműállományt, ez a éveken nagyon időszerű, és meg fogjuk újítani. Jöjjön létre tarifaközösség, tehát az agglomerációban legyen egységes bérlet a Hévre, Volánbuszra, Mávra. Ennek egy javaslata elkészült, én bízom benne, hogy minél hamarabb ennek a bevezetéséről döntést tud születni. Nagyon fontos cél ennek a stratégiának, és ahol ez releváns, talán a Szent Héven ez legkevésbé releváns, a rozsdazónákat rehabilitáljuk. De ezt a fajta integrált szemletet követjük mind a 11 Máv elővárosi vonal, és mind a négy vonal fejlesztésénél, amivel a Budapest Fejlesztési Központ a kormány megbízásából jelenleg foglalkozik engedjék meg, hogy a távlati vízióval kezdjem. Azért ezzel kezdem, mert azt gondolom, hogy először érdemes azt megnéznünk, hogy hova szeretnénk eljutni nagyjából húsz év táblatába. Mindig, amikor egy ilyen nagy táblatról beszélünk, akkor hozzá kell azt tenni, hogy lehetetlen a mai világban ilyen messzire előre tervezni. Azt megmondani, hogy egy ilyen nagy projektnél három év múlva, öt év múlva, hét év múlva a mindenkori döntéshozók, a magyar állam a költségvetési helyzete, az uniós támogatások hogyan alakulnak, mikor milyen döntések születnek, ez nagyon nehéz. Tehát én itt nem ígérgetni szeretnék a távlatra, hanem azt mondani önöknek, és azt bemutatni, hogy nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy alaposan lássuk, és a korábbi terveket ebben persze felhasználtuk, hogy milyen vízió az, ami felé tartani kellene. Ezt kidolgoztuk, be is fogom a már is mutatni. Nagy lépésekkel szeretnénk ebbe az irányba elindulni, és abban bízunk, hogy lesz arra lehetőségünk és módunk, hogy a következő években, a következő ciklusban a különböző ö, ö, időszakokban tudjunk ezért tenni. Azt gondoljuk, hogy a reális célkitűzés az, hogy az ötös metró vízió teljes egészében minden elemében megvalósuljon egy körülbelül 20 év időtávlatában, de már a következő öt évben is látható, érzékelhető mindenki számára a mai helyzeten javító fejlesztések történjenek. De ahhoz, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk egy, két, három, négy, öt év múlva, azt tudnunk kell, hogy hova szeretnénk eljutni 20 év múlvára, hiszen ezek a beruházások, ezek a nagy rendszerek már csak olyanok, hogy kapkodni, rángatni össze-vissza nem lehet. Ha most mondjuk új járműveket veszünk a hévre, amit szeretnénk, azok az új járművek várhatóan olyan 40-50 évig forgalomban lesznek, mint ahogy a maiak is. Ezek az új járművek, ha most megrendelnénk őket, akkor is kb. 5 év múlva állnának forgalomban, 4-5 év mire teljes egészében legyártják a jelenlegi Covid utáni ellátási lánc problémák és minden egyébet figyelembe véve. Mondjuk 2025-ben megérkeznek az új járművek, csak most a gondolkodás kedvéért, ez azt jelenti, hogy a 2070-es évekig ezeknek közlekedniük kell, jó eséllyel engem is túlélnek. Tehát amikor azt eldöntjük, hogy milyen üzemmód, milyen perommagasság, milyen vízió az, ami mentén ezt megtesszük, akkor nem elég 5 vagy 10 évre előre gondolkodni, hanem képesnek kell lennünk 50 évre előre gondolkodnunk, hiszen ahogy ezek a mai évek is meghatározták a hévüzemét végig a 70-es, 80-as, 90-es években és a 2000-es évek első két évtizedében, ugye amit most teszünk, az is meg fogja határozni azt, hogy a 21. század derekán milyen hévüzem lesz. Tehát emiatt fontos az, hogy a víziónk világos legyen, és ez pedig az ötös metró. Mi az az ötös metró? Az ötös metró egy olyan átmérős észak-déli rendszer, ahol a Szentendrei hév, és részben az Esztergomi vasútvonalról jövő járművek, ott nem mindegyik, csak egy része, a Szentendrei Hév esetében mindegyik, integrálódik egy olyan új üzembe, amiben a vonatok némelyik a Batyányi térre megy továbbra is, ez megmarad ez az ág, e ezt javasoljuk a jelenlegi tudásunk alapján, de a vonatok többsége egy új föld alatti alagútban átszeli a Dunát, a nyugati pályaudvarnál keresztezi a hármas metrót és az ott közlekedő vasútvonalakat, Körülbelül az oktogonnál keresztezi a kisföld alattit, az Asztóriánál a kettes metrót, a Kávintéren a hármas és a négyes metrót, majd halad tovább délre, ahol, ahol aztán becsatlakozik a Csepeli hévbe és a Ráckevei hévbe, illetve az úgynevezett Kunszent Miklós Tassi vasútvonalban, ami Óbudáról elég távol van, de egy nagyon fontos délpesti elővárosi vasútvonal, ami Soroksáron keresztül Délegyháza felé kapcsolja be a déli elővárosokat. És így egy olyan átmérős új metrórendszer jönne létre, amit talán ezen a kis ilyen zöldkék hálózati ábrán jól látszik. Lényegében össze, egy olyan metró lenne, ami, ami nem, nem, olyan lenne, mint a négyes metró, ami egy teljesen homogén metró, ami a két pályaudvart összekapcsol, de minden vonat ugyanonnan ugyanoda megy, hanem egy olyan fajta rendszer lenne kicsit metrószerűen, mint a budai fonódó, amit önök jól ismernek, ahol ugye a villamosok összefonódnak és különböző irányokba mennek, tehát magyarul két irányba jönnének be a vonatok, két irányba mennének tovább, Batyányi tér belváros, és aztán amikor a belvároson átmentek, még ott is három felé válnának szét a vonatok. Sok ilyen rendszer működik a világban, ez bánnak hívják a németek, erőernek a franciák, vannak erre kiváló példák. Ez nem a mi ötletünk. Először ennek valamilyen kezdetleges rajza a 70-es években született meg, aztán igazán komolyan ezt a koncepciót 90-es években az azóta elhunyt Fábri György vezetésével a főmterv akkori csapata vetette papírra, Molnár László közreműködésével, majd a, a, közlekedésfejlesztési tervekben ez többnyire benne volt, és aztán 2018-ban döntött arról a kormány, hogy ezt az elképzelést le kell porolni, a híveket ez szerint kell fejleszteni, ez szerint az egyébként régi és valid elképzelés szerint. Ezután mi a BFK-ban egy teljes körű frissítését végeztük el az ötös metró koncepcionális tanulmányainak, üzemmódra, üzemvitelre, kapacitásra, minden egyébre vonatkozóan. Volt néhány olyan régi elképzelés, amit elvetni javasolunk, ezek inkább a konkrét megállókiosztás és egyebekre vonatkoznak, és azért nagy vonalakban pedig azt javasoljuk, hogy a korábbi koncepció szerint valósuljon ez meg. Ez van benne a budapesti agglomerációs vasúti stratégiában is. Ha megnézzük ezt a színes ábrát, ezek a különböző vonalak az ötös metró átadása, tehát a teljes átadás után, ez amire azt mondtam az előbb, hogy egy legalább 20 éves távlat, amikor már össze van kötve a két vonal északról és a három vonal délen, és látjuk azt, a különböző, ugye itt a zöld vonal jelenti az ötös metrót, látjuk a különböző vonalvastagságokat, ugye lilával látszik itt a hármas metró, látszik a kettes metró szintén lilával a másik vonalon, ugye itt végig a déli pályaudvartól a belvároson át ki az őrsvezértere felé, már látszik rajta a tervezett vasúti alagút és a vasúti átkötés, hiszen ezek körülbelül egy távlatban reális tervek. És az látszik, hogy egy ennyire intenzív kötött pályás fejlesztés esetén is nem a hármas metró helyett, hanem itt új utazásokat tudunk generálni nagy számban, tehát az emberek az autózás helyett, illetve egyéb közlekedési módok helyett tudják a kötött pályát választani. Egy Dunai keresztmetszeten naponta 112 ezer utas jelenik meg, míg a belvárosban 130 ezer körüli utas mutat ez a forgalmi modellezés. Ez ugye az alapján, hogy az emberek hogy közlekednek, próbálja megjósolni, hogy milyen viselkedést, milyen utazást választanának, hogyha a különböző lehetőségek, például egy új metróvonal létrejön. Érdemes megnézni, hogy az ötös metrón többen utaznának a Duna alatti keresztmetszeten, mint a mostani, már régóta létező kettes metrón a Kossuth tér és a Battyányi tér között ebbe a modellbe, és végképp többen, mint a hányan a négyes metrón teszik a Szabadsághíd alatti keresztmetszerben. Tehát Budapest egyik legcombosabb, legerősebb metróvonala jönne létre, és ez nem a többi helyett, tehát nem a as metró nem néptelen lenne el, összességében a kötött pályás közlekedést tudnánk népszerűbbé tenni az egész ö, városban, és ezt nem úgy tennénk, mint most nem akarom, mint a négyes metró túl kritizálni, de azért mégiscsak jobb ezt kimondani, nem úgy tennénk, mint a négyes metró esetében, ami azért a külvárosok számára annyit nem adott, mint tudott volna, hanem egyben egy olyan belvárosi metró jön -e létre, ami kiér az óbudai lakótelepik, Békás vagy Csepelig, és nem csak a budapesti legtávolabbi lakótelepekig, hanem még tovább a városhatáron túl az agglomerációt is bekapcsolná, Pomázt, Budakalászt vagy Szentendrét itt ebben a konkrét esetben. Mit jelent ez, hogyha egy kicsit távolabbra nagyít, ez ugyanaz az ábra, csak jobban kinagyítva látszik az, hogy milyen itt a zöld vonal, milyen jelentős utasforgalommal jelenik meg. Ugye itt kirajzolódnak a vasútvonalak, kirajzolódnak a metrók, és kirajzolódik az ötös metró. Ha az egész budapesti agglomerációs vasúti stratégia megvalósul, az ilyen utasforgalmakat jelent a, a vasúton és a héven. Látszik az, hogy az a kötött pályás rendszer, ahol lényegében a gyorsos utak átfogó fejlesztésével számolunk, ez mekkora utas növekedést tud hozni. És ha a számokat megnézzük, akkor látszik az, hogy, hogy amiket az előbb is mondtam, hogy 130 ezer utas a belvárosban, 110 ezer utas keresztmetszetben a Duna alatt, Összesen az egész rendszeren napi 367 ezer felszállás. Ebben benne van az is, aki csak Ráckevétől megy sziget Miklósra, benne van az is, aki Szentendrétől Pomázra, benne van az is, aki a Békás-megyeri lakótelepen felszáll, de csak a Kolosira megy, tehát ezért nem stimmelnek az belvárossal a számok, hiszen sokan ezt csak külvárosban használnák. És ami talán nagyon fontos érték, naponta 33.500-al kevesebb átszállás lenne Budapesten. Gondoljunk bele, hogy az átszállás mennyi idővesztesség, mennyi kényelmetlenség, Hogyha ezt felszorozzuk, akkor az jön hogy majdnem egy millióval kevesebb átszállás lenne Budapesten egy évben, de el lehet képzelni, hogy ez a napi szám is milyen jelentős a mindennapokban az utasok mindennapi komfort érzetében. Mit jelentene ez menetidőben? Azt, hogy Békás megyerről Kávintérre mondjuk eljutni 40 perc hát 22 lenne, vagy Szentendrétől a belváros szívébe a Kávintérre 57 helyett 35 perc lenne ugye megpróbálok tovább menni. Igen. Hosszasan foglalkoztunk a Batyányi téri ággal is, szerény utas forgalmam lenne, miután az ötös metró megvalósul, ahogy látszott itt is az előbbi modellezés, azt hiszem 8-9 ezer körüli jelenik meg, de azt gondoljuk, hogy egy a mai nál ritkább közlekedéssel, de érdemes megtartani a belvárosi ág létrejötte után is, emiatt is fejlesztjük most, addig, ameddig ez az egész ötös metró el tud készülni. Kaszásgyűlőnél pedig egy négyvágányos elágazó állomás jönne létre a föld alatt, ahol a vonatok egy része a belváros felé, a vonatok egy része pedig a Dunapartra, és aztán tovább a Vatyányi térre menne. Másik irányba pedig elágazna a részben a Pilisvörösvár felé, tehát az Esztergomi vonalra, részben Szentendre felé. Ugye itt is igaz az, bocsánat, még visszaugrom egyet, hogy mindenhol azt, azért csináljuk most ezeket a vizsgálatokat ilyen mélyen, ennél még sokkal mélyebben, mint ami ezeken az ábrákon most látszik, de most ugye nem az ötös metróról szól ez a fórum, hanem a hév rövid fejlesztéséről, azért szerettük volna ezt bemutatni, mert mindenhol azt próbáljuk meg, azt az egyensúlyt megteremteni, hogy a hév fejlesztésében, járműcserében, akadálymentesítésben gyorsan lépjünk valamit, de ugyanakkor azt úgy tegyük, úgy gondoljuk végig, hogy az a hosszú távú tervel is összhangban legyen. Hogy ne csináljunk olyat, ami, ami majd aztán nem szükséges, el kell bontani, felesleges, sőt, akár akadálya a jövőbeni fejlesztésnek. Tehát emiatt végzük, végezzük ezt a munkát most elég alaposan. Itt a kaszásgyűlőnél nyilván most nem fogunk egy négyvágányos földalatti állomást megépíteni első körben, de pontosan tudjuk, hogy hova és hogyan szeretnénk eljutni ehhez. Ennek a munkának egy nagyon fontos részlete, és tudom, hogy az óbudaiakat ez rendkívüli mód érdekli, hogy mit lehet csinálni a héve elvágó hatásával a legkritikusabb csillaghegyi, római melletti békási szakaszon. Itt három verziót vizsgáltunk, egy nagyon alapos tanulmány készült erre el. Az egyes verzióban azt vizsgáltuk, hogy a közutat csüjjesztjük le a különböző csomópontokban, a másik verzióban azt néztük, hogy a új nyomvonalon, a, a Szentendrei útvonalában e, sűjesztjük le a hévet, e, és ne, eltérünk a mai Csillaghegyi nyomvonaltól. A harmadik verzióban pedig a mai nyomvonalon való sülyeztést e, e, vizsgáltuk. E, nem akarom előre leülni a poén, de mégiscsak egyszerűbb a prezentációt e, érteni. A harmadik verzió mellett foglal a tanulmány, és ez a BFK javaslata, hogy mit vizsgáltunk, azt, hogy hogyan hat az adott verzió megvalósítása a közúti forgalomra. Ha csak mondjuk egy átjárót holnap külön szintűsítenénk, akkor mindenki megpróbálna arra menni, a környéken nagyobb dugók lennének, mint eddig, és a végén rosszabb forgalmi helyzet jönne létre, ezt alaposan modelleztük, mint ma. Tehát azt is vizsgálunk kellett, hogy hogy lehet olyan egyenszilárdságú verziókat teremteni, ahol egyik átjáró környezetében sem jön létre a külön szintűsítés révén a mai nál rosszabb helyzet. Hogyan és mennyi pénzből lehet ezt megvalósítani, hogyan hat a városfejlődésre, milyen hatással van a városképre, és milyen kockázatokkal jár egy-egy megoldásnak a megvalósítása. Milyen régészeti hatásai vannak, hiszen itt az Akvinkumi térségben vagyunk, jelentős római kori romok vannak, és ameddig épül, addig milyen kényelmetlenségek vannak. Ez alapján tehát a helyben lesüjesztésre tesz az ötös metró megépítésének időtávjában javaslatot a megvalósítatósági tanulmányunk. Egyrészt ez ugye a lényegében azt jelenti, hogy Békás megyertől római fürdőig minden útátjáró megnyitható, nem fog egy-egy útátjáró -egy túlterhelődni és ott jelentős forgalom létrejönni azt a helyzetet el tudjuk kerülni, hogy egy külön szintű, ugye egy külön szintű útátjáró miatt roncsolni kell mindkét oldalon a város szövetet, hiszen egy ilyen rámpa, amire kijön, ott csomó vannak, ez általában jelentős bontásokkal, város szövet roncsolással lenne csak lehetséges. Ez, ez esetben elkerülhető, sőt, felszabadít egy értékes területet a város számára, és az építése idején nem kell teljes szélességével lezárni a 11-es utat, ami mondjuk a, ha az út alatt vinnénk, akkor az nyilván szükséges volna ez alapján a távlati víziónk az, ezt a távlatot alá kell hogy húznom, mert ez mindjárt el is mondjuk, ide szeretnénk eljutni az ötös metró projektbe, de ez önmagában egy több tíz milliárd forintos beruházás, amiről itt beszélünk. Azt tudnánk, az a víziónk, ide szeretnénk eljutni, hogy Békásmegyertől befelé földalású süllyesszük a vonalat végig a, a, látható szakaszon, Csillaghegy érintésével a Rómaig. Ezáltal felszínen átjárhatóvá tegyük a Pünkösfürdőnél, a, a Holos Korvén Lajosnál, a Géza utcánál és az Ürömi útnál is a mai hév tengelyét, és egyébként pedig egy olyan új zöld folyosó jön itt létre Csillaghegyen a hév helyén, ahol lehet sétálni, futni, kikapcsolódni. Ez a vízió, ez nagyon drága, és nyilvánvalóan akkor érdemes megtenni, hogy az egész vonalon egy nagyon átfogó fejlesztés zajlik, ami az ötös metró megvalósítása tud lenni a jövőben. Ha a teljes program a Kávintértől Szentendreig tartó szakaszát nézzük, tehát most a déli hévekkel nem foglalkozunk, a Kávin térig úgy veszük, hogy ne bejönnek, a hévek föl vannak újtva. akkor a teljes program kb. 600 milliárd forintba kerül csak az infrastruktúra esetében. Hát ez egy új metróvonal, tehát ha belegondolunk, hogy a négyes metró 10 évvel ezelőtti árakon volt 370 milliárd, akkor azt gondolom, hogy ez nem egy irreális szám. Nyilván kezdetleges állapotban vagyunk, nincsenek kész tervek, és mai árakon van, tehát ha valaki 10 év múlva nézi ezt a videót, akkor ezt azért fontos hozzátennem. Um, és um, mit tudunk ebből most rögtön megvalósítani? Az első ütemben egy nagy vállalkozást tett a kormány. A kormány arról döntött, hogy első körben egy olyan nagy beruházási csomag valósuljon meg, ez is több száz milliárd forint, aminek része a Kávintértől délre első szakasz, ugye ez nem volt benne az előző számba, tehát magyarul a Ráckevei a meghosszabbítása, a közvágóhídtól a kávintérig, a Csepeli hív meghosszabbítása a közvágóhídtól a kávintérig térig föld alatt, ezeknek a teljes felújítása, és a H5 hívnek a, a, a felújítása békás és Szentendre között teljesen, illetve a belső szakaszon a megállók akadálymentesítése. Ezt tudna megvalósulni 2026-ig, illetve a Kávintér esetében ez még tovább fog tartani, hiszen az egy nagyobb alagútfúrással járó beruházás, és lényegében ennek a projektnek tudna a második üteme lenni a Csillaghegyi alagútnak a megépítése, amiről az előbb beszéltem, és a Kaszásdülőtől a Kávintérig tartó új szakasz, tehát ha úgy tetszik az ötös metró belvárosi szakasza. A jelen körben arra, arról van döntés, arra van nagyon erős kormányzati szándék, hogy ennek első lépésében, ahogy mondtam, a két déli hét fejlesztése megtörténjen, a H5-ös hévvonalnak, tehát az önök által használt Szentendrei hévvonalnak ez a rekonstrukciója 75 milliárd forintos kerettel, óriási szám, nem volt ekkora beruházás ezeken a éveken, hosszú-hosszú évtizedek óta megvalósuljon, és még ezen a pénzen fölül, ezen a forráson fölül áll rendelkezésre kormányzati döntés arra, hogy a járműbeszerzést is megindítsuk újra minél hamarabb, tehát hogy új jár, alacsonypadlós járművek is érkezhessenek a hévre. Én bízom benne, ezt nagyon hamar ki tudjuk újraírni. Tehát itt egy nagyon jelentős első ütem elindul, ami egyetlen lehetővé teszi azt, hogy egyszer a H5-ös 5-ös H5 metróvá alakuljon, de önmagában első ütemben ezt a metróvá való átalakítást, ez egy olyan volumenű beruházás, amit egy lépésben nem lehet reálisan megtenni. És akkor hagyj beszéljek arról, hogy mi van benne a projekt első ütemében, mi az, ami meg tudna valósulni 2026-ig szándékaink szerint. Ugye erről különböző kormánydöntések vannak, a közfejlesztések tanács, Hűvárosi Közfejlesztések Tanácsában a főpolgármesterrel és a városvezetésről is konszenzusra jutottunk erről a műszaki tartalomról még 2020. februárjában. Ez alapján zajlik a tervezés. Először is, ami nagyon fontos, hogy szeretnénk az új járműveket beszerezni erre a vonalra. Itt ugye volt egy sikertelen járműtender, amit sajnálatosan vissza kellett vonni. Én abban bízom, és a máv minden erejével azon dolgozik, hogy mi hamarabb egy olyan új koncepciót letehessen az asztalra, ami takarékosabb, jobban figyelembe veszi a forrásokat, amik rendelkezésre állnak, és minél hamarabb ki tudjon írni egy új járműtendert, aminek része egyrészt a szentendrei Hív összes vonatának cseréje új, alacsonypadlós, klimatizált, egyterű, teljesen korszerű elővárosi vonatra. Úgy kell ezt elképzelni, nyilván, több lesz benne az állóhely, és tágasabb lesz, mert a héven sokkal többen utaznak, mint mondjuk az a motorvonat, amit itt jó, a kék-fehér színben látunk ennek a képnek, a jobboldali képnek a tetején, vagy ez a látványterv, amit itt baloldalt látunk, ez még nem a végleges látványterv, hiszen még a tender nem zárult, vagy nem, nem tartott, hogy legyen, legyen ebben konkrét ajánlatunk, de valami ilyesmi méretű, hangulatú jármű az, ami, amire szeretnénk írni, itt a peron az a sinkorona szint fölött 55 cm-es lesz. Azért van ez így, hogy a vasúti átjárhatóságot a Szesztergomi vonal felől meg tudjuk teremteni. Remélem, hogy minél hamarabb arról tudok beszámolni önöknek, hogy ez az új járműtender megjelenik, a máfhév dolgozik ezen. Ennek az első ütemi projektnek része a járművek beszerzése és a teljes járműpartsere a héven. Az agglomerációs szakaszon, az összes peronnak az akadálymentesítése, 120 méter hosszú, megemelt, akadálymentes, az új járművekbe színbeli beszállást lehetővé tevő peronok, egységes arculatú, korszerű megállóhelyek, tágasabb lefedés, perontető, hogy ne el az emberek, vagy amikor napsütés van, akkor ne, ne álljanak a napsütésben, korszerű berendezések, korszerű valós idei utastájékoztatás, tehát lényegében, mint a futárkijelzők, olyan színvonalú utastájékoztatás, nagy számban P pluszer és B pluszer férőhelyek kiépítése, a vonal mentén főleg az agglomerációban, energiaellátás és a pályainfrastruktúra teljes rekonstrukciója, itt nagyon leromlott pályállapotok vannak, teljes felújítást szeretnénk, sebességnövelés 80, illetve esetenként 100 km per órára, a megállóhely kiosztást optimalizálását, ez az agglomerációs szakasz, és aztán, hogyha bejel megyünk a budapesti szakaszra, akkor pedig azt látjuk, hogy ugye itt a pálya 2005 és 2007 között átépült, egy alapvetően jó pályállapot és korszerű biztosító berendezés működik ma a H5-ös hévnek a budapesti szakaszán, itt ezt nem fogjuk újra felújítani, hiszen most nincs rá szükség, viszont a megállóhelyek teljes felújítását és átépítését tartalmaznia kell a projektnek, korszerű új perontetőkkel, berendezéssel, magas építészeti színvonalon és akadálymentesen, tehát itt is a peronok megemelésére kerülne sor, 55 cm-es magasságra, hogy színbeli beszállást tegyen ez lehetővé az újonnan érkező kocsikra. Itt alapvetően békás megyek kivételével nem számolnánk P parkolókkal, hanem csak biciklitárolókkal, hiszen Budapestnek a legbelső területei már új P képíteni, mondjuk a Kolosi térnél nem lehet, meg nem is lenne szerencsés de a kerékpártároló mindenhol épül, és békes P is, hiszen az a város határ mellett található. Ahol lehet akadálymentesítünk, mármint úgy értem, ahol külön szint van, Somodi László kollégám fog erről konkrétan beszélni, de mondjuk akár a Batyanyin, akár a Békás állomáson az akadálymentesítés a projekt része az állomásoknak és a környező aluljáróknak. A sebességet, ahhoz szükséges megemeljük, itt látszik a mai helyzet a felső sorba és a vágányszabályozás, egy kisebb vágányszabályozás utáni változás később. Ugye az alagútban marad a 40 km per óra, de ahol ma nem 70, ott megemelnénk 70 60-ról a belső szakaszon is. Ez fontos, segít, megbízhatóbb lesz tőle a hév, de önmagában ahhoz képest, hogy az agglomerációs szakaszon milyen pályállapotokból mekkorát lépünk előre, nyilván itt Budapesten a jobb pályállapotok miatt ez a változás talán kevésbé lesz közvetlenül érzékelhető. Tehát a teljes vonalat áttekintve Szentendrén és Pomázon egy nagyon jelentős beruházást tervezünk, új játszaló új, új buszpályaudvart, minden, minden állomáson végig az egész vonalon akadálymentesítést és színvonalasabb perombútorokat, színvonalasabb kialakítást, jobb megközelíthetőséget, a Pünkösfürdői utcai átjárót addig is, amíg nem készül el ez az egész föld alá helyezés a hívnek, szeretnénk bővíteni és fejleszteni, erről mindjárt fog beszélni főigazgató úr. Az agglomerációs szakaszon pályát felújítunk, és a belső Budapesti szakaszon pedig több kisebb beavatkozás történik. A menetrendi koncepcióról még nagyon röviden. A, ha ránéznek, akkor látják a mai itt, Ugye ma 8 vonat jön be óránként Szentendréről, 12 vonat összesen a Békás Megyertől befelé jövő kínálat. Ez Szentendréről 10 vonatra bővülne, lenne gyors gyorsjárat is, ami nem áll meg mindenhol Budapesten. Békás Megyertől befelé is bővülne a kínálat 12-ről 14-re és Pilisvörösvár felül az Esztergomi vonalról a mai vonatokon fölül, tehát a, nem, nem, a nyugatiba menők helyett, hanem azokon fölül az Esztergomi vasútvonal sikeres fejlesztése és jelentős kapacitás hiánya miatt óránként plusz két vonat jönne még be, tehát összesen 16 vonat érkezne be a Batyányi térre, tehát jelentős sűrítés történne. A, ami még fontos itt elmondani, hogy a járműtendernek ki kell terjedni azokra a két áramnemű vonatokra is, amik a kettes vonalra való kijárás mentén ezt a szolgáltatást tudják biztosítani, hiszen ehhez olyan jármű kell, ami a MÁV elővárosi vonalain a más áramellátási rendszer mellett is képesek közlekedni. Az utasszámnövekedésről röviden látszik az, hogy ilyen 25-30% körüli utasszámnövekedés várható a vonalon. Ez ahhoz képest, hogy ezt a vonalat ma is rengetegen használják, ugye mutattam az elején, hogy az egyik legnépszerűbb vonala ez ma a a legnépszerűbb vonala ma a budapesti agglomerációnak. Ehhez képest, annak ellenére, hogy ezt használják messze a legtöbben, még így is el tudunk, el tudunk érni egy 25-30 százalékos utasztalm növelést. Ez egy óriási dolog, és jelentősen tudja csökkenteni a, a, az autóforgalmat, és egyáltalán azt a nyomást, ami az autóforgalom révén érkezik Budapestre. A menetidő magában, hiszen nem rosszak a pályállapotok, ettől az első ütemi beruházástól még nem fognak drámaian csökkenni, 21 20 percre a Békás és Batyányi tér között. Szentendrétől befelé azért gondoljuk egy nagyobb menetidő csökkentés lehetőségét, mert részben gyorsított járatokkal számolunk, részben itt rosszabbak a pályállapotok ugye az agglomerációs szakaszon, és ezt lehet fejleszteni, tehát aki Szentendrétől utazik, az akár 7 perccel is gyorsabban, 39 helyett, 32 perc alatt tud majd bejutni a Batyányi térre. És akkor eljutottunk oda, hogy végig végigmenjünk a tervek jelenlegi állásán. Én erre egy célból átadnám a szót Somodi László főigazgató úrnak, Laci, parancsolja. Köszönöm szépen, és akkor köszöntöm én is Önöket még egyszer. És akkor menjünk megállóról megállóra. Kezdeném a Battyányi térre, tehát a Battyányi tértől mennénk kifele Békás megyére. Ilyen helyszínrajzokon mutatnám be Önöknek a, a terveknek a jelenlegi alakulását és az előrehaladását. A Batyányi téren alapvetően ugye két darab lift létesülne, ami a felszínről látható, egy a rakparti oldalon, egy pedig a, a tér közepén. Tehát gyakorlatilag az akadálymentesítésnek nem csak a peronemelés, hanem a gyalogos megközelítések, és ahol pedig szükséges a liftek kiépítése is a részét képezi. Itt az első kerületi önkormányzattal folyamatos együttműködésben vagyunk, hiszen a kerületnek van egy terve arra, hogy a tér egészét megújítsa, ebben igyekszünk egymást támogatni a terveknek a műszaki koordinációjával és egyeztetésével, hogy a végén évek múltán ne csak a hév aluljáró szint és a liftek, hanem a teljes tér közlekedés és felszín is együtt megújuljon az együttműködésünk révén. Itt látható az aluljáró szint, egy ilyen metszetben, hogy a velünk szemben látható ugye a balra a templom szemben a, a, a vásárcsarnok. A teljes aluljáró szint megújul, tehát nem csak a hév végállomási része, hanem ez a korábbi és újságos előteres illetve a Máfé forgalmirodák vannak, ez a, ez a része is. Ugye itt szigetelési problémák vannak, beázik, illetve hogy elég lerobbant képet mutat ez a ilyen részben működő, részben bezárt üzletekkel, tehát sokat vesztett a fényéből. Ezt szeretnénk egy 21. századi 2020-as évek szintjén megújítani a teljes aluljárót. Ugrok egyet a Margit híthoz, ugye itt balra van észak, hülyeséget mondok, jobbra van észak és balra van dél, tehát Lefele van a Duna és fölfele van a második kerület. A Margit Híd Árpálytfelelem útja, sarkán a Margit Híd Budai Híd fő megállóhelynél is megvalósul a hívnek az akadálymentesítése. Lifteket tervezünk, itt egy tanulmányterv már elkészült arra hogy a liftek milyen felvezetési pontokon a legjobbak. Itt szeretnénk nem csak a felszínre vonatkozó akadálymentes eljutást létrehozni, hanem a legfontosabb, Átszálló kapcsolat a 4-6-os villamos megállója irányában is. Itt elkészült egy előzetes vizsgálat arra, hogy milyen módon a hídi villamos megállóba hogyan lehetne felvezetni ezeket a lifteket. Itt több megoldást egyeztetünk jelenleg a kezelőkkel. Van olyan megoldás, ami a régi vámházra, a járba, a híd oldalára hozza fel, van olyan, ami konzolos módon hozza fel, és olyan megoldást is vizsgálunk, ami közvetlenül a villamos peronokra, azok szélesítésével és ott a szükséges hídfőtérségben a szükséges útépítési átalakításokkal együtt hozza ezt létre. Itt is természetesen megújul a Margit híri állomásnak az alagúti része is, ugye a meglévő alagút szerkezeten a szükséges állapotjavítási munkák mellett egy teljes burkolatcsere, a peron szint megemelése az 55 cm-es szintre, és a peron berendezések bútorzat, a tájékoztató elemeknek a, a teljes megújítása, tehát nem csak az akadálymentesítés, hanem egy vizuális átfogó korszerűsítés és esztétikai javítás is megtörténik a Margit megállóban. Ugrok egyet, a Szépvölgyi úti, megálló. Ezt a műszaki ábrát csak azért mutatom, hogy ez mérnöki tervágvágból ilyenből van, már több ezer oldal, ami a projekt dokumentációját képezi, számos szakágat, több tucat szakágat ível át a projekt, vasúti rendszereken belül is, ugye pályaépítés, felsővezeték, biztonsági rendszerek, a, peronok, a, peronoknak az építészeti tevékenysége, kapcsolódó útépítési, tájépítészeti tevékenységek, és nagyon sok olyan, talán a közszámára nem annyira hogy nem látható, vagy, vagy, vagy minden nap érzékelhető távközlési és egyéb közmű munkák is részét képezik, energiállátási munkák, amelyek végeredményben az üzembiztonságos folytatásához szükségesek. A Szépföldi útnál is már megvalósul a felszíni, felszíni megállókra tervezünk egy olyan egységes, esőbe álló perontetőt, ami ezek a kis fehér téglalapokként láthatóak a két oldalon, ilyen kis négyzetekkel bennük, amelyek körülbelül megállótól függően, de körülbelül 30-40 méter hosszúak, tehát egy jelentős hozban lefedést adnak a várakozó utazóközönség fele, közel ér a tetejük a sinekhez, tehát a hívjárművel való kibeszálláskor, aki alatta várakozik, neki se kell, tehát árnyékból tud beszállni a klimatizált szerelvénybe, illetve első esetén ugye közvetlen tud beszállni a fedett perontetőből a a járműbe, és gyakorlatilag ezek a 30-40 méter hosszú egységes építészeti kialakítású perontetők alatti részt tartalmaz minden olyan tájékoztató elemet, hirdetmény, térképet, olyan felületet, ami bútor, ülőhelyet, ami, ami, akkor ami egy korszerű helyhez komfortban, információellátásban, kiszolgálásban szükséges. Minden megállóhoz létesül kerékpártaruló, a helyi konkrét adottságaihoz lehetséges, itt például egy fedett, ez a B +R, bike and ride, tehát kerékpá, utaz szlogen jelében, tehát kerékpártaló minden, az összes állomáson, a budapestieken is mindegyikén létesül, ezzel is szeretnénk ösztönözni azt, hogy a fenntartható közlekedési módoknak egy olyan <kül> mixével, egy olyan összeadásával jöjjenek létre az utazások, ahol a hívnek, gyorsvasútnak az az előnye, hogy sűrűn pontok között nagy sebességgel közlekedik, azt az előnyét egyesíteni lehessen, hogy ami a kerékpározása a megállónak az 1-2-3 kilométeres környezetében lakók részére pedig szintén egy néhány perces megközelítést és egy, egy kerékpár elhelyezhetőséget tartalmaz. És ugye itt is a Szépföldi útnál is és minden más helyszínen is fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy a gyalogos megközelítések jó színvonalon menjenek, hogy az 55 centis rámpákról, de vonatkozó építési szabályok szerinti rámpa meredeksége, tehát viszont a lankás rámpával az akadálymentes lejutást, ugye a járdaszintre és a járdaszintről feljutást, illetve a jelzőlámpás gyalogátkelőknek azok a korrekciói, ami a összességében az átalakított megoldásnak a biztonságos eléréséhez szükségesek. Ugye a szépföldi út esetében peronszélesítés is történik a Battyányi tér fele, most egy elég keskeny kerítéssel elválasztott peronál csak rendelkezésre. Ugrok egyet a Tímár utcai megállóhelyhez, ahogy ma egy elég rideg barátságtalan felüljáron kell átlépcsőzni az útnak a városi oldalára. Itt azt tervezzük, hogy ezt a felüljárót elbontjuk, és helyette egy sokkal komfortosabb fénysorompóval védett, tehát biztonságos átkelést adó, de szintbeni gyalogos átkelőhely valósul meg. Tehát a jelenlegi felüljárót megvizsgáltuk tervezők bevonásával, az liftek elhelyezésére, liftek csatlakoztatására nem alkalmas, és arra jutottunk mérlegelve a lehetőségeket, hogy egy teljesen új liftekkel gazdagított felüljáró helyett egy sokkal urbánusabb, sokkal városibb, sokkal ö, egyszerűbb és talán közkedveltebb megoldást tud lenni azzal, hogy mindenféle ilyen fölle színbeni átkelések helyett egyszerűen egy színbeni biztonságos, védett, akadálymentes, balesetveszélyektől mentesített berendezésekkel ellátott átkelőhely szülessen, a magán az Árpád útján pedig szintén szükség szerint lámpázott, ezt a Budapest közúttal pontosítjuk, de várhatóan lámpázott gyalogos átkelőhelyekkel történjen a lakótelep, illetve az irodaházaknak a, és mező utca térségének a biztonságos megközelítése. Az ábrán nem látszik, de a bal oldalán van a Nagy Szombat utcánál, van most egy gyalogos kerékpáros átjáró, tervezük azt is megújítani, figyelmet fordítunk nem csak azokra az utasokra, akik a hévre felszállnak és a hévet használják, hanem azokra a közlekedőkre is, akik a hévet ö, 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 keresztezik, ö, jelen esetben kerékpárral, tehát a Dunamenti kerékpárút és az itt környező lakó, irodal, munkahelyi, oktatási területek között a mindennapi útjukat kerékpárral tesszük meg. Bár van olyan terve a fővárosi kollégáknak, ugye, hogy az Alpádfejlem útján végig legyen kerékpárút, de emellett fontosnak tartjuk azt is, hogy a Dunaparti kerékpárúttal egy megerősített, javított kapcsolat lesz. Ezért várhatóan egy néhány tíz méterrel északabbra fogjuk helyezni a mai fénysorompos kerékpáros átjárót, és egy jobban belátható, biztonságosabb kialakítással, alakítjuk át és működtetjük tovább. Itt látható a Tímár utcai megállónak, az előbb összefoglaltam, egy színes rajzos elrendezése, ahol látható, hogy ma egymással fedésbe, tehát egymás mellett lévő két peron helyett eltoltan történik, és a vonatok megállnak, kettő között pedig a színbeni biztonságos átkelővel lépcsőzés nélkül lehet eljutni. Mind a Dunaparti oldalra, ez a kevesebbeket érintő, mind pedig a lakótelep és az irodai tömbök felé, ami a utazóközönség nagyobb részét érinti. A Szentlélek tér, ugye a vízszintes a vasúti pálya, és az a felbe az Árpád híd. Itt is egy nagyobb lélegzetvételű változtatást hajtunk végre. Ugye a Battyányi tér ma egy nagyon kedvezőtlen az Icsi kastély simuló a, annak az utolsó néhány tíz méterén már gyakorlatilag ilyen kis egy méter, vagy ilyen nagyon kis keskenyke, majdhogyan nem balesetveszélyes megállóhely van. Ugye az új hévszerelvények körülbelül 10 méterrel hosszabbak is lesznek, mint a meglévők a nagyobb férőhely és a kényelmesebb ülés elrendezés érdekében. Ezért itt azt arra, jutottunk a vizsgátok folytán, hogy az a célszerű, hogy a két peront itt pont fordítva, mint a Tímár utcánál, tehát nem, nem a fedésben lévő széthúzzuk, hanem jelenleg széthúzott peronokat egymás fedésbe tesszük, és a híd alatt valósítjuk meg. A híd persze maga is tud egy esővédelmet adni, de itt is megvalósulnak, látható az ábrán a részben fedett teljes hosszában akadálymentes, de részben új perontetőkkel fedett. Itt is lesznek kerékpártárlók a rendelkezésre álló területen, az Icsikastély oldalából, akkor kijön a megálló, és ott egy, egy biztonságosabb járda tud lenni a, ott a szűkabb környéken mozgóknak, és a hév megálló mindkét végén pedig egy akadálymentes színbeni átjárót létesítünk, így mind az egyes villamos felé, mind a buszvégállomás, tehát a harmadik kerület hegyi, hegyi részére menő buszok, meg Bécsi út a menő buszok, mind pedig a a déli oldalon az ábrán baloldát látható templom és a mögötte lévő lakóházak lakóterületi területi rész felé pedig egy rövidebb gyaloglási útvonalon tud a közönség eljutni a hívtől és elérni a hévet. Egy kapcsolódó újdonság, amit tervezünk, a, ez egy másik nézet, ugye a Szent Északra, éjszakra, hogy a meglévő H-híd mellett egy korábbi vasúti híd, léli összekötő vasúti híd felhasználásával, ez úgynevezett H-híd hajógyári híd, Mellé egy új gyalogos-kerékpáros hidat építünk. A kormány döntése nyomán ennek, a, ennek, a, ennek az előkészítésére a forrás rendelkezésre és ennek a tervezését megkezdtük. Ezt ne úgy képzeljük el, képzeljük el hogy egy az egybe a vasúti híd ide kerül, hanem az alapszerkezete ide kerül, ami azt gondolom, hogy egyrészt egy részben divatos is, hiszen az ipari örökség megmentése az, 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 az egy értékes trend, másrészt pedig egy költségtakarékos megoldás is, hiszen nem új fémszerkezeteket kell, hanem egy körforgásos gazdaság mentén, ugye fémhulladék helyett a meglévő anyagnak a felhasználásával lehet az új átkerült létrehozni, és az előzetes tanulmány alapján egy ilyen kétszintű megoldásban gondolkodunk, ami az ábrán látható, ahol fönt is van, ami az utat hévet keresztezi, színbeni átkelés nélkül, illetve rend a hévben egy, az ábrán nem látszik, de össze lenne kötve egy gyalogjárdával a hév megálló és a hívnak ez az előtere. Uh, ahol, ahol, ahol pedig, vagy csak részben látszik, ahol pedig a terep szinten is át lehet biztonságosan, gyalogosan, kerékpárosan kelni a, a sziget és a, a budai part között. Szeretnénk ezzel is hozzájárulni. Ez egy kapcsolódó projekt, nem szorosan a évprojekt része, de időben, helyszínen műszaki tartalomban kapcsolódik, és szeretnénk az Óbudai hogy hajógyári szigetnek a, a, az életét ezzel is felpesdíteni, és ezt a ma kicsit zárt hajógyári világnak a köz számára való megnyitásához uh, hozzájárulni. Ugyanez látható egy másik, egy közelebbi nézetbe itt láthatók az gyalogos kerékpáros rávezetések, és ugyancsak az a kétszintű megoldás, a jobb oldali ábrán pedig annak a Zicsi oldalában, illetve a szigeti oldalon vanó levezetésének az előtanulmányok szerinti elképzelése. Ugorva egyet a filatorigátnál, itt is ez a, a mérnöki rajz az első, de ugornék is rögtön tovább a, a színes közérthető ábrára itt maradna az alapvető, itt vizsgáltuk azt, hogy esetleg délebre helyezzük a, a megállót egy épülő lakótömbőköz Bogdáni úthoz közelebbi elrendezésre, Vég, végeredményben, hossza, bár hosszasan tárgyaltunk, és ebben mi nagyon azon, hogy pozitívak voltunk végén ebben, konkrét megállapodást ebben nem tudtunk elérni, ugyanakkor nagyon sok előnye van annak is, hogy a mai helyén van a Firatodigát megálló hely, hiszen az Óbudai sziget, gyalogosan innen közelíthető meg, ami mind a sziget alapüzemében, mint pedig a rendezvény időszakában egy, egy, fontos elérési pont. Maradna az a megoldás, ami az eltolt peronokkal, tehát hogy nem egymás mellett van a két peron, hanem a tészak és a déli irányban haladó vonatok egymástól különböző helyeken állnak, mert a mai elrendezés maradna meg, de természetesen itt is az új egységes kialakítású 30-40 méter hosszon fedett tetőkkel, kerékpártárolókkal és a, és a megemelt akadálymentes peronokkal és a hozzávezető akadálymentes jábákkal tervezük itt azt, hogy ezt a kicsit csúnyácska beton szigetet, ami a jó pár méter széles, és itt főleg az ábra jobb oldalán látható középen, hogy ezt beton vagy aszfalt helyett fűvel, zöld felülettel borítsuk, és barátságosabbá tegyük. Kaszásgyűlő megálló helyen, ugyan már egy fontos lakótelepi megállóhely, Kaszásdűlő lakótelep egészen, ennek a fő közösségi közlekedési kapcsolat, hogy a megállóhelyek alapvetően maradnának a helyükön, de itt is a szükséges akadálymentesítést létrehozva, a peronemelést, perontetőket, kerékpártárlókat létrehozva. Azt látjuk, hogy az itteni aluljárót nem, nem nagyon használják a lakók, tehát inkább megvárják, míg elmegy a hív, úgyhogy erre a módszerre alapoznánk elsősorban, tehát várhatóan, még ez nem döntöttük el véglegesen, de várhatóan bezárjuk a, ezeket a lépcső lejáratokat, amelyek, amelyek innen mennek, és ez funkcióját veszti, ez a gyalogos aluljárónak, ez a hév, hév megálló és a lakótelep közötti funkciója, és felszíne gyalogátkelő helyeken biztonságos módon, mind a hévpályákon, mint pedig a Szentendei úton, mint pedig a Búza utcán való átkelés biztosított lesz. Tehát azon a humánus módon, ami leföl, barátságtalan aluljárók és egyebek igénybevételen nélkül, de, biztonságosan védett módon és kényelmesen közel, idővesztesség nélküli elérést és megközelítést lehetővé megoldással biztosítjuk a hív megállónak a, a, kiszolgálását. A Quincum megálló helyi, az a következő lakótelep, következő csomópont. Ugye itt, a, a, itt, keresztezi az Esztergomi vasútvonal is, az ábra bal oldalán a, 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 a Hév pályát. Örvendetesen egyre többet használják a vasutat is. Budapesten, ahogy vezérigazgató úr is mondta, a projekt célja, hogy össze is kapcsoljuk, menetrendszerinti vonatokkal is, az Esztergomi Pilisvörösvári vasútvonalat és a Batyányi téri hívvonalat, de átszálló utas is, elég sok és örvendetesen növekvő számú van, hiszen aki a Újpestről Angyalföldről jön és Szentendre felé, megy tovább a hévvel, ők a további is átszállásra fognak menni, tehát az ősz, a lakótelepi lakók számára igazából az elővárosi közönség és a vonattal hévvel egyaránt utazók számára is egy kedvező szolgáltási színvonal emelést fog tudni nyújtani a megállónak a korszerűsítése. A már többször elmondott elemek, mint az emelt peron, egységes burkolat, korszerű vizuális megjelenés, perontetők, utastájékoztató eszközök, kényelmi berendezések és gyalogos megközelítések is zömében színbeni megoldással ennek a, ennek a, megállónak is az átfogó részét képezik. Római fürdő megállóhely, ugye ez még az a megállóhely, a távlati 5-ös vízióban is elképzelhető, hogy olyan megoldás lenne, ugye, hogy a csillaghegyi részen sűjjesztett, a kaszásdűgön és sűjjesztett, és akvinkum római fürdő, ahol kevesebb a keresztező forgalom, lehet, hogy költség racionális old old okokból a táblati programban is Aquincum és Római Fürdő felszíni e, megállóhely maradna, itt is megtörténik ennek a, a korszerűsítése. Itt ma is van egy e, elég szűkösen megközelíthető gyalogos saluljáró. Itt szeretnénk a Szentendrei út kapacitásának a korlátozása nélkül, tehát a, a gépkocsi forgalomban való nélkül biztosítani az akadálymentességet. Ugye itt a Sinek és a Szentendrei út között egy az ott járók szerintem ezt jól ismerik, akár hével, akár kocsival ott járók, ez elég keskeny peronnal rendelkező megálló. Itt megmarad mindegyik lépcsőkar, de az akadálymentes átjutást tudjuk biztosítani, hogy a sineken egy szintbeni átkelőt nyitunk, ami részben ugye a, a nyugati oldalra, tehát a, a, nyugati oldali kertvárosi oldalra ugye egy közvetlen elérés biztosít, részben pedig akkor a, az állomásépülettől a régi állomásépület melletti lift nyílna meg, épülne meg, amitől pedig a pünkös, vagy hát a római fürdői, tehát a strandos oldalra való átjutás akadálymentesen, a csillaghegyi oldalra akadálymentes átjutás biztosításra kerül. Itt ezt a régi jellegzetes állomásépületet megtartjuk, tehát ezzel is védjük azokat az építészeti értékeket, amelyet, a, amelyet ez a hévüzem évszázados működése során létrehozott, és ma már a, harmadik kerület és a környék és a teljes vonalnak az épített örökségéhez hozzátartozik. Menve tovább a, Csillaghegyi megállója, a Csillaghegy városrész és picit ugye egyre többen ürömiek is használják ezt, hiszen ürömnek ez a része is beépül, itt is megtörténik minden szükséges beavatkozás, ami a komfortos eső, időjárás védett és biztonságos idősek, gyerekek, babakocsik, biztonságos beszállt, de még a kerékpárosok is szintben tudnak ugye beszállni, tehát még a kerékpároknak a hévre felszerelése, hiszen továbbra is lehet majd az új járműveken is kerékpárt szállítani, ahogy eddig is. Talán még az alapszáma is növelhető lesz valamelyest. Tehát a mindenféle utasnak a beszállása, a kiszállását a könnyítő berendezések itt is megvalósulnak. Itt nagyon sokat vizsgáltuk azt, hogy az Ürömi útnak, ugye, ami egy viszonylag kellemetlen Útkereszteződés talán az egyik leginkább kellemetlen kereszteződés a, a vonalon, a sorompon, főleg ugye üröm, üröm ugye eléggé beépül, és ürömi lakók próbálnak itt lejutni, átjutni, kijutni. Erre vizsgáltunk különféle megoldási lehetőségeket. Itt a, mindenképpen a hosszú távú 5-ös metró koncepcióba illeszkedő megoldás lesz a jó megoldás, ahol a hív alagútba fog közlekedni ezen a szakaszon. Egy következő átalakítás folyamán de megvizsgáltuk azt, hogy lehet-e lehet észszerű, -e, tanácsos-e addig is egy közúti felül- vagy aluljárót építeni. Arra jutottuk, hogy műszakilag persze mindent meg lehet csinálni, és még azt sem mondanám, hogy ennek, a, ennek a költsége az, ami önmagában el hogy riasszon minket, tehát nem, 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 egy, nem egyfajta ilyen spórolás vezérelt minket, hanem egyrészt az, hogy a hosszú távú vízióval összhangban álló, vagy aztól ellentétes összhangban álló hogy csináljunk, és attól ellentéteset ne csináljunk. Másrészt pedig nagyon sok előzménytárgyalásunk azt mutatja, hogy a Mátyás Király utca, mint Csillaghegynek a jellegzetes kereskedő, utcafontos házakkal rendelkező jellegzetes és, és, ma is aktív kereskedő, kiskereskedelmi központja, ami nagyon sok elképzelést született már a kerületben, reméljük ezeknek a megvalósulása is folyamatosan történik, ami egyfajta ilyen még, 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 még látványosabbá és még inkább intenzívé teszi ezt a kis városrészközponti jellegét ennek a Mátyás Király utcai szakasznak és itt ezt a védendő utcafrontos, védendő városkép érdekében nem látjuk észszerűen lehetségesnek azt, még ha pénzt nem is sajnálnánk egy közúti aluljáról, nem, nem látszik értelmes megoldásnak, vagy a, a városképi örökség szempontjából járható megoldásnak az, hogy itt házak rombolásával és fák kivágásával, csillaghegy városképének jelentős megváltoztatásával történjen egy ilyen közúti aluljárós megoldás hogy inkább a forgalomtechnikát próbáljuk egy picit csiszolni, amennyire lehetséges, és mindenképpen amellett elkötelezettek vagyunk, hogy az ötös metró mentén egy következő átépítés, amit vezigazgató összefoglalt, a következő ütemben, ami mind a BFK, mind a kormány elkötelezettségét mutatja, mint hosszú távú cél, és a törekvésünk egyértelműen az, hogy a következő ütemekben pedig egy alagúti vonal kerüljön ez ennek az átkerülőnek a problémája és megoldásra. És akkor a vonal, talán a legforgalmasabb állomásra pedig Békás -megyer. maradna ez az alapvetően középperonos elrendezés, maradna ez a végállomási típusú kialakítás, ugye, ahol kihúzóvágányok, megforduló, vágányok vannak az állomásnak a Budakeszi oldalán, megmaradnának azok a fasorok, zöld területek, amelyek az állomás két oldala és a lakótelep között vannak, megmaradna az alapvetően keresztaluljáros, gyalogos, aluljáros kialakítású rendszer, eddig az állandóság, de ami változik, hogy a mai, hát eléggé most már ilyen leromlott, ilyen vas, nem tudom milyen beton, perontető helyett egy teljesen új, esztétikus megjelenésű perontető épülne. Az üzemi épületet, ezt a hévszolgálti épületeket azt áttennénk a peronnak a déli oldalára, ezáltal a, mozgólépcső lejárathoz jobban, középpontosan, szimmetrikusan kerülnének az utaskiszolgáló funkciók, mozgólépcsőt tervezünk és építünk is a peronra is, beleértve azt, hogy a lakótelepi oldalakon, tehát a Heltai-tér és a Csobánka-tér, a piaci és a Csobánka oldalon is mozgólépcsős kiállatokkal, liftekkel is, a peronra is, és mindkét oldalra is, tehát nem csak ezek a kerek hosszú, hogy mondjam, jónak tűnő, de mégsem annyira barátságos rámpák, amiket az ott lakók szerintem nagyon jól ismernek, meg az ábra felső részén látszik is, hanem gépesített lift és mozgólépcsős megoldásokkal is megkönnyítik az utazásoknak a a, 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 az eljutását. Körülbelül ez a, ez a békás állomás. Itt láthatóak ok a perorról néhány. Itt csak a fehér szín az még nem a végleges színét jelöli, ez még kialakítás alatt van. Ez inkább a, a, a szerkeleti megjelenését vagy az alakját jelenti. Tehát a fehér szint még, még ne tekintsék véglegesnek, de gyakorlatilag ez ebben a kialakításban részben a teljes gyalogolójának a megújítása, a részben üvegfedéssel, tehát a beláthatóság és a benapozás is jól megvalósuljon. És záráshoz közeledve pedig a Pünköstfürdői utcai, ami talán még a Csillaghegyinél is egy kellemetlenebb útátjáró. Ott addig is, amíg a, a hívnek hév, az elsőjeztés, hogy az ötös metró időszakban is a, az állomás maradna a felszínen, csak az állomástól délre rögtön elkezdne süllyedni, és akkor már majd a Pünköstfürdői átjáró az, a hév fölött tudna menni külön szinten, de addig is szeretnénk megkönnyíteni azoknak az életét, akik nem feltétlenül a hév utasai, de szeretnének kerékpárral, autóval átjutni a hév egyik oldaláról a túloldalára, és ma ebben ez a Pünkös füdő utcai átjáró sok nehézséget okoz számukra. Itt a hosszú távú vízióval, szinkronban lévő nem találtunk olyan műszaki megoldást, ami ezt aluljáróval, tehát maradna a felszíni megoldás, de egy olyan megoldást gondoltunk ki a tervező a kollégák munkájával közösen, ami azt biztosítja, hogy amikor a Nyilván, amikor jön a hév, akkor ugye piros a sorompó, de amikor a hév nem jön, tehát egy-két egy zárás után, amikor a egy vagy két vonat elment, egy vonat egy perc, vagy két vonat két perc alatt elment, utána nyitva van, utána viszont ne lehessen olyan helyzet, hogy bár fehér villogó a sorompó, de mégis tíz méterrel utána piros a lámpa, mert az így kanyarodó, az úgy kanyarodó, meg az amúgy kanyarodó, az egyik jön, aztán megjön a hév, aztán megint nem lehet menni. Tehát ezt ezt a helyzetet szeretnénk kiküszöbölni, és egy olyan átlakítást teszünk, ami, ami, ami gyakorlatilag a, itt látható egy pontosabb mérnöki ábrán, ami az országúti oldalon szétválasztja az útpályát, tehát aki a hévet keresztezi, és a hollos lajos utca, és befele a szentendrei út fele megy, ott gyakorlatilag útkereszteződés nélkül tudja elhagyni a hévátjárót, és a Pünkösfürdő utcai oldalon pedig a mai sokfelek kanyarodós keresztbe kasul áldogálós, mendegélős, pirosban állós keresztezés helyett egy kétfázisú, alapvetően a kanyarodó mozgásokat engedi ki a lámpa, tehát aki a hév, hévről átjön, az tud menni jobbra és balra, de nem tud menni egyenesen. Ugye a, a kanyarodók azért sokkal többen vannak, mint az egyenesen menők mind a két irányból, tehát az egyenesen átmenők nem tartják föl. Tehát amint a hév elment, rögtön a közúti jelzőlámpa szabadra vált, és a feltorlódott, addig feltorlódott sor pedig teljes egészében átengedi és kiengedi a a, a Szentendrei útra, és azért, hogy ne csak ezek a fajta kihajtások legyenek, hanem teljes értékű közlekedési megoldások lehessenek. Ehhez pedig a Magyar József utcán egy kicsit északabbra lévő részén, a, a piacnál pedig nyitnánk egy új kihajtást a főútra, 11-es útra, ami az összes további autós és gyalogos mozgást, illetve látható egy narancssága színű egy kerékpárút átvezetés a kettő között. Tehát gyakorlatilag minden, minden kerékpáros és jármű átvezetés megtörténne úgy, hogy összességében minden funkció teljesüljön. És az ábrán láthatók egy ilyen vilás rózsaszínes színnel a P plusz parkolók. Itt a jelenlegi, az a, a lakótelep keleti oldal, Keleti oldalán, ahol ma nincs Pépusz-e parkoló, tehát a, a, a heltai téri oldalon ott új parkolókat létesítenénk, zöld felület, tehát fák megtartásával, ültetésével, ezek láthatók egy közel 200 férőhelyes terepszinten. Ott a régi, régi, régen a 42-es busz fordult, gyakorlatilag ez egy szabad felszíni terület, ezen autóparkolókat létesítenénk, P funkcióval, tehát nem, nem, nem önmagában feltétlenül a helyi lakók számára, hanem azok számára, akik hajlandóak letenni, annyiban a helyiek számára, nyilván a harmadik kerületiek számára is, hogy akik kocsival érik el a hévállomást, itt átszállhassanak, és a város belső részét, Flórentér térségét, út belső térségét már ne terheljék tovább, és a Csobánkatéri oldalon is a ma kicsit szedetvedett darabokból összeálló mai közel 200 férőhelyet egy kicsit növelnénk, és meg, meg teljes mértékben viszont megújítanánk, és egységes kialakítással, egységes standardek szerint biztonságosan javítanánk a P plusz mind az hegy irányából, mind kalász felől, de nyilván nagy részt harmadik kerületiek is vannak, akik a hegyről kocsival jönnek le, akik le tudják tenni, és innen a hévvel tovább tudnak összességében kedvező menetidővel és biztonságosan közlekedni. És egy ütemtervi ábrával zárnám, 2022 végéig megy a tervezési folyamat. Most az engedélyezési terveknek a nagyjánál vagyunk meg, tehát az engedési tervek készültek el, ezeknek a zárása. Ugye ezeknél a vonalas létesítmény elég, elég bonyolult tanúsítási, adminisztratív folyamatokon, engedélyezési folyamatokon, ezek több lépcsős, ugye a vasútbiztonságra tekintett ez egy több lépcsős, sok szereplős ellenőrzési és jóvágyási folyamat, ezt követően pedig az építési engedély birtokában a kiviteli tervek készülnek el, és a kiviteli tenderek nyomán, amire 75 milliárd forint már a kormány döntése nyomán 2026. évi felhasználási határidővel lehetőségre áll, ezek pedig 2023-tól 2025-26-ig a elmondott fejlesztéseket, az az ütem, ami a teljes ötös metróból most ezt az ütemét, amit ezen az előadáson összefoglaltunk ennek a megépítését, az önök kényelme és mindennapi Utazása és életminőségemelése érdekében lehetővé teszi ezt 2025-26-ig megvalósul. Köszönöm szépen a figyelmüket. Bérgőnek visszaadnám a szót, de itt rögtön látható is az az e-mail cím, amire várni fogjuk az észrevételeket. Köszönöm szépen, és hát köszönjük szépen, nagyon tartalmas előadásokat hallottunk, azt hiszem, és biztos, hogy az önök feje is talán még zsibong, vagy azt gondolom, hogy nagyon sok olyan volt, pont itt az utolsó. Előtti kép, amin láthattuk, hogy hogyan alakul át a békes megyeri pünkös csomópont, hát azt gondolom, hogy nem könnyű csak így kapásból értelmezni, még úgy sem, hogyha az ember megkapja mellé a szakértő vezetést, hogy értelmezők miről is van szó. És ezért is szeretném mondani önöknek, hogy magát az előadást meg fogják tudni majd tekinteni a BFK-nak, a Budapest Fejlesztési Központnak a honlapján magyarán, ha esetleg valahol egy picit túl gyors volt önöknek az előadás, akkor meg tudják még egyszer hallgatni, le tudják lassítani, és, és, akkor talán könnyebb értelmezni is, de szerencsére nagyon sok kérdés is jött be menet közben, én azt hiszem, hogy ilyen majdnem 30 kérdés jött be. Egyébként talán fontos elmondani azt is, hogy nagyjából 120-130-an vagyunk itt együtt, ezt önök nem látják, én viszont ugye látom, hogy hányan is vagyunk együtt. Továbbra is várjuk a szóbeli kérdéseket, meg még az írásbeli kérdéseket is. A szóbeli kérdéseket a race hand, kis ikonnak a megnyomásával tudják jelezni, már mint az igényüket, hogy szeretnének felszólalni. És a, ha pedig írnak nekünk, akkor a, a kis chat ikonra, a Q&A-ra kattintsanak, ott, akkor el tudják nekünk küldeni azt az üzenetet, amire már is megpróbálunk válaszolni. Um, ahogy itt folyamatosan nézegettem, hogy milyen kérdések jönnek be, és ahogy mondtam, körülbelül 30 kérdés be is jött, itt azért némelyiket menet közben megválaszolták a, a, az urak, viszont uh, azt gondolom, hogy nem árt, hogyha akár ezeken is még egyszer végig megyünk beszélgetünk egy picit erről is. És uh, már is megnézem, hogy hogyan is induljunk el. Talán először a... a vezérigazgató Dávid által elmondottakra reflektálva, hiszen azok egy tágabb víziót vázoltak föl nekünk. Egy tisztázó kérdése lenne az egyik beírónak az ötös metró víziójával kapcsolatban. Igaz vagy hamis, hogy a nemrég nyilvánosságra hozott budapesti agglomerációs vasúti stratégiában az ötös metró megvalósítására a 2040-es időtávon kívül kerül csak sor. Dávid, tudsz -e erre válaszolni? Igen, leveszem talán, így jobban lehet hallani. Hát ez egy ilyen egyszerű igaz, hamis kérdés lenne, annak nagyon örülnék. Mi azt szeretnénk, hogy igaz legyen, hogy 2040-ig ez meg tud valósulni. De hát aki 20 évre előre a 21. századnak az elmúlt néhány éve alapján is csak ilyen igaz, hamis típusú kijelentéseket tud tenni, azt nem tudom, hogy irigy lemede, én biztos nem tartozom közéjük. Tehát a lényeg a lényeg, ott tartunk, hogy egy világos vasútfejlesztés és hévfejlesztési stratégia elkészült. Ebben benne van az ötös metró, a teljes ötös metró. Ennek a stratégiának az irányelveit, a műszaki részleteit minden tekintetben figyelembe kell vennünk a most folyó projekt előkészítéseinkben. Az, hogy a távlati szakaszai pontosan melyik évben épülnek meg és mikor, ez a következő évek, majdnem azt mondom, a következő évtized különböző kormányzati döntéseitől függ. Amit tudok ennél, egy, és ezt el is mondtuk a prezentációban, ahol most tartunk, az az, hogy ennek a nagy projektnek, ugye ha ez Ráckevétől, Szentendréig, az Esztergomi vonaltól, Kunszent Miklós Tassig, nézzük, ez egy több mint 70 kilométeres óriási fejlesztés. Ha ezt az egészet nézzük, akkor azt tudom mondani, hogy amiről van egy nagyon erős döntés, hogy ezt, ezzel haladjunk, és ennek minél hamarabb írjuk ki a kivitelezési tendereit, az a Ráckevei hív teljes rekonstrukciója és kávintéri meghosszabbítása, a Csepeli hív teljes rekonstrukciója és délen az Erdősor utcáig éjszakon a kávintéri való meghosszabbítása, és a H5-ös a prezentáció második felében bemutatott műszaki tartalma, tehát a H5-ös hév agglomerációs szakaszának rekonstrukciója és teljes állomás rekonstrukciója végig az összes vonalon, és az elmondott három vonalnak a járműcseréje, illetve a Kunszent Miklós és az Esztergomi vonalról már az első integrált vasúti bejáró vonatoknak a megvásárlása és elindítása mindkét irányból. A központi belvárosi alagút és az is sülyeztés esetében ott én azt gondolom, hogy a következő nagy döntés az lesz valamikor a közeljövőben, hogy akkor a tervezést megkezdjük, hiszen itt egy koncepcionális szinten vagyunk még, és azt követően kerülhet sor a megvalósításra. Érdemes azt látni, hogy a teljes budapesti agglomerációs vasúti stratégia mindent összevetve egy 3-4 ezer milliárd forintos program. Ez egy óriási, hogy mondjam, nehezen fölfogható szám. Ha mondjuk ezt 20 évre vetítjük és visszaosztjuk évenként, akkor ez megy évig 200 milliárd forint, az is egy bitang nagy szám, de azért az már talán beláthatóbb egyel, hogy ennyit azért el lehet erre a célra költeni, azt gondoljuk 20 év alatt, ez egy reális célkitűzés. Ha megnézzük azt, hogy mennyi pénz az, ami már kvázi biztosan látszik, akkor azt tudom mondani, hogy a következő 7 évre Európai Uniós és hazai forrásokból elővárosi vasútfejlesztésre a rendelkezésre álló forrás, az ugye 7 év, körülbelül ennek a 20 éves stratégiának az egyharmada, az körülbelül ennek a teljes 4000 milliárdnak is az egyharmada. Tehát a azt, hogy a belátható időn belül rendelkezésre álló források visszaigazolják azt, hogy ez egy reális terv. És végül még azt tudom mondani, hogy Magyarország nagyrészt egyébként hazai és nem uniós forrásokból közel ugyanennyi pénzt költött a megyeszékhelyek autópályával, kétszer kétsával való közúti megközelíthetőségére az elmúlt tíz évben. Ez ugye egy megyeszékhely kivételében kivételével most már mindenhova eljuttak az autópályák és a gyorsforgalmi utak. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy reális terv és én magam is azon leszek, a BFK teljes csapata is azon lesz, Füriás Balázs államtitkár úrral közösen azon vagyunk, hogy a lehető legtöbb ebből minél hamarabb meg tudjon valósulni, és azon, hogy ezt a stratégiát ezt lépésről lépésre megcsináljuk. Mindig éppen annyit tudunk ebből konkrétan megcsinálni, ahol és amennyivel tartunk. Ugye az első olyan nagy elem, ami már kivitelezésben megy, az a déli körvasút fejlesztése. Bizonyos elemek már épülnek is, például a déli összekötő vasúti híd, vagy a keleti pályaudvarról kivezető új vágány, ez ugye nyilván a mávonalakat érinti a hévek kapcsán, akár a H5-ös rekonstrukció, akár a H6-H7 elmondott projektje kapcsán, ott, ahogy Somodi László itt a végén az ütemezést elmondta, jövő év elejére engedélyezési terveink lesznek, és aztán ráfordulunk a megvalósításra, az építésre, és valóban vannak olyan elemek, amik pedig egy koncepcionális fázisban vannak, és először a továbbtervezésről kell döntés, és csak utána lehet szó a megvalósításról. Ez a központi szakasz ilyen. Sok ilyen fórumot tartunk, nyilván mindenhol Mindenkinek éppen a saját beruházása legfontosabb. Hogyha a Gödöllői évről beszélnénk, akkor nyilván az ottani emberek mondanák, hogy minél hamarabb integráljuk a metróval, amikor a déli évekről beszélünk, nyilván a, ott is a, a, a sürgető szavak vannak, és ez, ez egy jó dolog, olyan dologgal tudunk foglalkozni. A kötött pályás közlekedés fejlesztés egy olyan téma, ami mindenkit érint, mindenkit érdekel, és azt gondolom, hogy nagyon nagy, sőt nem azt gondolom, azt látjuk a, a felmérésekből, hogy nagyon nagy 90% körüli a támogatottsága, de mégis mindent egyszerre, ami az elmúlt 30-50-70 évben nem épült meg, nyilván mindent egyszerre nem tudunk megépíteni. Én azt tudom mondani, hogy egy olyan stratégiát készítettünk, ami kiterjed minden, minden irányára Budapest körül az agglomerációs gyűrűnek és a budapesti elővárosoknak, kerületeknek, amely koherens, megvalósítható, az összes jó európai példán alapuló vízió arra, hogy hogy lehet a héveket és az elővárosi vasutakat fejleszteni, és kivétel nélkül minden vonalon megkezdtük a munkát, hol az előkészítést, hol az építést, ahol éppen tartanak ezek a fejlesztések, hogy amit csak lehet, a lehető leggyorsabban ebből meg lehessen valósítani. Tehát hosszabb volt a válasz, mint egy igaz hamis, de talán hasznos volt abban, hogy ezt a koordinátorrendszerben elhelyezzük ezt a projektet. Köszönjük szépen. Um... Azt gondoltam, itt most nézegetve a kérdéseket, hát nagyon-nagyon sokféle kérdés van az általánosságoktól kezdve egészen a, a, a nagyon konkrét, egy-egy helyszínre vonatkozó kérdésig. Úgyhogy kezdjük az általános kérdésekkel, és utána térünk rá majd külön-külön a helyszínekre. De mielőtt ezt megtennénk, van egy jelentkezőnk, aki szóban is hozzászól, neki megadom a szót, hogy tegye föl kérdését. kapcsolja be a mikrofonját, én úgy látom, hogy nincs bekapcsolva. Lehet, hogy csak véletlenül nyomta meg akár, vagy valamiért most pont nem tud bekapcsolódni, akkor viszont mégiscsak folytatjuk az írásbeli kérdésekkel, és akkor majd tud, akkor elér majd minket. Tehát írásbeli kérdések, és akkor, ahogy mondtam először, kicsit ilyen általános jellegen, mik azok a kérdések, amik fölmerültek. Például volt a kerékpáros kérdéseink, ezeket felsorolom, és akkor majd kérem az urakat, hogy ezekre egyben válaszoljanak. Lesz-e hely kerékpároknak az új kocsikon? Ha igen, mennyi? A liftekbe, például a Battyányi téren beférnek-e a kerékpárok, illetve a kerékpár után futok. illetve akadálymentesítés a kerékpárok számára utánfutóval mennyiben szempont, hogy ne kelljen lassító vasak között kínlódni a hévhez jutáshoz? Nem tudom, hogy melyik kérhetek választ. Raci, kérlek. Igen, az új héveken is lehet majd. Ugye az új tendernek a, a műszaki specifikáció függvényében, de biztos, hogy legalább annyi, mint a mai, de akár idejesen egy 12 darab kerékpár szállítása is. A maihoz hasonló a legalább a, 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 a legalább két olyan helyén, ahol Praktikusan az alacsony pados járműveken a két hajtó között, ugye ledönthető ülésekkel, nagyvasúti motorvonatokról is ismert megoldásokkal, vagy külföldről ismerhető többféle típusban ismerhető megoldásokkal, ahol egy úgynevezett több célú tér valósul meg, ahol a négyes páholyos ülések helyett egy-egy szakaszán a szerelvénynek kevesebb ülés van, illetve részben keresztbe fordított ledönthető, lehajtható ülés van, és ezek mentén a kerékpárszállítás megtörténhet. A lifteket olyan méretben tervezzük, hogy kerékpár utánfutó, vagy kerékpár, kerékpárok elférjenek benne, tehát hosszában a kerékpár, nyilván nem sok kerékpár egy liftbe, de hogy a kerékpárok elférjenek a, a liftekben, és a liftek azok kerékpárszállításra is alkalmasak ö, ö, legyenek azzal együtt, ugye, mint, mint, jeleztük azért több helyen kilelő gyalogos átkerüljék szintbeni átjárók is rendelkezésre állnak a kerékpárosok által, ahol gyalogosként át kell még tolják, a legközelebbi út pedig a gyalog tolva, ahol pedig kerékpár út kerékpáron ülve és tekerve is megvalósítható. A, a labirint korlátoknak a tervezésénél figyelünk arra, hogy mindenféle fajta kerékpár, most azt nem mondom, hogy az ötüléses nem tudom, öt személyes tandem is biztos, hogy egy az egybe át fog tudni férni rajta, de hogy többféle kerékpár, akár utánfutós kerékpár is elférjen, a liftekben nem fog elférni utánfutó, látcsatót utánfutóval a kerékpár, akkorák azért nem lesznek. Köszönjük szépen a választ. És akkor egy másik tematikus kérdés, ami pedig a, a mosdokról szól. WC építés lesz-e a nagyobb átszállási pontokon? Ez az egyik kérdés, illetve a szerelvényeken lesz-e WC? Szerelvényeken alapvetően nem lesz WC, tehát ugye ezek továbbra is túlnyomó részt távú elővárosi, városon funkciót ellátó vonalak, tehát az a, az a tervünk, hogy a szerelvényeken alapvetően nem lesz WC. Azokon a vonatokon, amelyek hosszabb távra kimennek, ezekben pedig várhatóan lesz, tehát amelyek Pilis-Vörösfár, Pilis-Csaba irányába mennek ki, illetve majd a H6-H7-es programban, a déli programban pedig délegyházak Kunszent Miklós irányába mennek ki, ezeken pár pedig várhatóan a nagyvasti szabványok mentén lesz, mely és de a maximum 30-40 perc utazásokat teljesítő jellemzően ennél nem hosszabb utazásokat teljesítő megoldásoknál nem tervezzük mozdók kialakítását a járműveken, a nagyobb csomópontokon pedig a, 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 tervezzük kialakítását, tehát a nagy városi, elővárosi csomópontokon, tehát az elővárosi Pomás Szentendre vagy Batyányi téren, ugye jelenleg is van mellékhelyiség, tervezzük a kisebb megállóhelyeken, ahol peron és perontető és gyalogos megközelítés van, ott pedig értelemszerűen nem tervezzük mellékhelyiség kiépítését külön. Köszönjük szépen a választ. Egy újabb téma a zaj. Megint csak itt is több kérdés érkezett be ezzel kapcsolatban. Zajcsökkentés lesz-e valamilyen zöld módon, nem falakkal? Illetve említették a részleges teljes pályarekonstrukciót, a sebességen elését, illetve a járműpark lecserélését. Hogyan fogja ez a három változás befolyásolni a nyomvonal mellett közvetlenül lakók életét a zajterhelés szempontjából? Várható bármilyen zajszigetelő fal felhúzása, vagy egyéb ezzel kapcsolatos fejlesztés? Azt mutatják a számításaink, hogy a pályak, ugye az elővárosi szakaszon a pálya teljes átépítésével, a budapesti szakaszon is pedig a, egy vágány a sinek cseréjével, illetve a korszerű motorvonatoknak a beszerzésével összességében a zajszint az kedvezőbb lesz a mainál és nem lépi túl azokat a határértékeket, ami a nappali forgalomban 60, éjszakai forgalomban 50 decibel, tehát a határértéken, a szigorú környezetvédelmi határértéken belül maradunk, ezért ilyen nagy-nagy-nagy hosszúságú zajvédőfalakra vonatkozó szabályok, szigorú környezetvédelmi szabályok érdekében a méréseink azt mutatják, a mérések és számítások együttesen azt mutatják, egy teljes ilyet elvégzett egyébként a tervező, a teljes pályára, a teljes hosszban, mind a 20 km ezt elvégezte alapvetően nem fog igényelni. Engedjék meg, hogy most az elővárosi szakaszon, ahol 80 meg 100 km per órás sebesség lesz, nem biztos, hogy most pontosan el tudom mondani önöknek, hogy méterre, hogy hol lesz zajvédelem. Nyilván ahol szükséges, és ahol a határérték szempontjából ez fölmerül, főleg az emeltebb sebességeknél, bár ezek inkább a a nem lakott területeken merülnek fel, a 100 km per óra az nem lakott területeken, a 80 km per óra is a, pedig az nem egy akkora sebességemelés, ami önmagában a túllépést okozná. Általánosan, tehát összességében kevés helyen lesz zajvédőfal, mert azt mutatják a számok, hogy így is teljesen lehet a szigorú környezetvédelmi határértékeket. Köszönjük szépen a választ, és ez válasz azoknak a kérdezőknek is, akik egy-egy konkrét helyszínre kérdeztek rá itt, ahogy a főigazgató úr is mondta, ha megengedik, most nem mennék bele, mert ez, ez nagyon részletes tervezési kérdés lenne már, hogy hol van meg pontosan hány méter szakaszon lesz az ajvédőfa. Még két általánosnak tekinthető kérdést olvasnék most fel, és aztán utána megint csak átadjuk, vagy megpróbáljuk átadni a szót a szóbeli hozzászólóknak. Ez a két kérdés pedig így hangzik. Lesznek-e a menetrendel, illetve a pillanatnyi forgalommal kapcsolatos kijelzők? illetve mennyivel csökken a menetidő a két végpont, tehát a Batyányi tér és Szentendre között. Lesznek lényegében futárszerű kijelzők, hogy mondtam is ezt a prezentációban, tehát olyan kijelzőket és olyan utastájékoztató rendszert szeretnénk, ami a megállóban mutatja, hogy mikor érkezik a következő hév. És ugye már most is megléptük azt, hogy a MÁV -hév és a BKK és a BFK együttműködése révén, hogy a hívek látszanak a futár applikációjában a BKK-nak, amellett, hogy a MÁV saját MÁV applikációjában is. Nyilván ezt még tovább lehet fejleszteni, és egy még korszerűbb utas tájékoztatórendszer lesz, de alapvetően igen, tervezünk ilyen kijelzőkkel, ami pedig a menetidőt illeti, ahogy mutattam is a prezentáció végén, négy perc menetidő csökkenés legalább lesz a pályafelújítás révén Szentendre és a Batyányi tér között, és mi a csúcsidőben szeretnénk olyan gyorsított járatokat is indítani, amik a budapesti szakaszon nem állnak meg mindenütt, ezért, ezért azt gondoljuk, hogy az ilyen gyorsított járatokkal utazóknak még egy 6-7 perc körüli menetidő is elérhető lesz Szentendrétől a Batyányi Köszönjük szépen a választ. És akkor, ahogy ígértem, most szóbeli hozzászólóknak adnánk meg a lehetőséget. Elsőként, hogy kapcsolja be mikrofonját, és tegye fel kérdését. Szép jó napot kívánok, és köszönöm szépen a szót. Az agglomeráció terhe a kötött pályás évre és a Szentendra útra koncentrálódik leginkább, és akkor a Szentendra úttal kapcsolatban lenne egy kérdésem. Szóval révő az agglomeráció közúti forgalmi terhe erre a Szentendra úti szakaszra nehezedik. Tervezik a Békás-Magyar és a Florián tér közötti útszakasznak a lámpamentesítését, akár szimbális hülyeztéssel, hogy az ezek vagy erre az útszakaszra merőleges utak autópályaszerű felhajtó alapú becsatlakoztatásával az egyenletes közlekedés érdekében. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a kérdést. Köszönjük. Nem fogom elhárítani a választ, de azt azért fontos hozzátennem, hogy ennek az útszakasznak a kezelője a Fővárosi Önkormányzat, BKK, Budapest közút, a hogy mondjam, nyilatkozattételre ők jogosultak arról, hogy mi fog történni ezzel az úttal, ha fog bármi. Én azt gondolom, ismerve a budapesti mobilitási tervet, ami a főváros hivatalos közlekedés-fejlesztési stratégiája, és aminek a megvalósításán valójában együtt dolgozunk az önkormányzati szektorral, nehezen hiszem, hogy egy ilyen autópálya típusú átépítés a Szentendrei útnak megtörténhetne, hiszen minden helyen azért az a megközelítés dominál, hogy a budapesti legbelső városszövetbe a mai nál több autót különböző átépítésekkel ne engedjünk be, hiszen lehet, hogy elsőre ma úgy tűnik, hogy a Békás megyertől a Flórián -térig tartó szakasz jelenti a szűk keresztmetszetet, de ott hirtelen akadálytalanul lehetne autózni, akkor a dugó bejebb húzódna, és akkor még bejebb, még több ember zavarva lenne nagyobb dugó. Tehát összességében a budapesti közúthálózat elérte a teljesítő képességének a határát. 2010-ben egymillió millió autó volt Budapesten és Pest megyében, a 2020-as záróadat szerint 1 millió 280 ezer, és valószínűleg idén átlépjük az 1 millió 3 Tehát lényegében 30 kal nőtt meg az autók száma a központi régióban, az agglomerációban és Budapesten, és jelenleg az ország jófajta minden második autója itt van Budapest környékén. Ezt a növekedést a budapesti közúthálózat nem tudja kiszolgálni, és ha megpróbálnánk kiszolgálni, akkor le kéne bontani a várost, hogy legyen hely az autóknak, ez pedig nyilván nem lehet cél. Tehát azt gondoljuk, hogy éppen azért kell ilyen nagy volumenű összeget elkölteni, miről az előző válaszomban beszéltem a kötött pályás közlekedés fejlesztésére, és ezért gondoljuk azt, hogy helyes a budapesti agglomerációs vasúti stratégia célkitűzés, és az, hogy egy ilyen nagy volumenű utasszámnövelést célzó beruházási programot valósítsunk meg a hévek és az elővárosi vasútak esetében, mert azt gondoljuk, hogy ezzel lehet a közlekedési problémákon segíteni. Az autózásra épülő, ilyen városi autópályák azok sok városban bebizonyították Európában, de végképp Amerikában, hogy akármennyi sávot építünk, akármennyire megpróbáljuk kiemelni a keresztező forgalomtól, ez még több autóforgalmat fog indukálni, és a végén egy, egy kevésbé föntartható helyzethez vezet, mint akár a mai. Köszönjük szépen a választ! És akkor megint csak egy szóbeli hozzászólónak adna meg a lehetőséget kérem, hogy kapcsolja be a mikrofonját. Köszönöm szépen. Az új járművekről szeretnék kérdezni. Ugye ennek már volt egy már a visszavont beszerzési eljárása, amiből azt láttam, hogy a járművek utas kapacitása az körülbelül ugyanannyi marad, mint a mostaniaké. Most akkor ehhez képest 25-30% utas szám növekedést prognosztizál mind a BLVS, mint a, az előző prezentáció. Valamint ugye ugyanúgy 25-30%-os jármű szám növekedést, amennyit tud a pályán közlekedni. És ez az a kérdésem, hogy ez nálam úgy csapódik le, hogy a, Mai zsúfoltság fog pont megmaradni, ugyanannyi utassal lesz több, mint amennyi kapacitással lesz több. Hogy ez így lesz-e, vagy pedig van-e ennek még valami módja, hogy nagyobb kapacitás akár óránkénti jármű közlekedésben, akár jármű méretben növekedésre kerülhet? Köszönöm. Köszönjük szépen a kérdést. Bábbi. Köszönöm. Ugye valóban az előző tender visszavonására került sor, mert nem érkezett olyan ajánlat a Máfévnek, amit a kormányzat elfogadhatónak talált volna, és egy olyan döntés született, ez ugye közismert hogy azt a tendert a máfé vonja vissza, és egy új kiíráson dolgozzon. Ez még folyamatban van, tehát nem tudom megelőlegezni ennek minden részletét, de mondjuk az alapparaméterek nem fognak változni. Tehát itt ugye alapvetően a 120 méteres járműhossz az egy adottság, így is megnöveljük, ahogy a Somodi főigazgató is mondta, így is megnöveljük a járművek hosszát körülbelül 10 méterrel a maihoz képest, de körülbelül két okból is ezt a, megá... Ezt a javasolta a megvalósítatósági tanulmány. Az egyik, hogy a város szövetben, akár Csepelen, akár itt a belső budai szakaszon sok helyen van olyan szituációnk, hogy nagyjából ez az, amit be tudunk illeszteni a mai város szerkezetbe, hogy lényegesen hosszabb megállódású, megevelmelve, annak a, a rámpáival együtt sok helyen okoz már nagy feszültséget. Például, hogy más nem mondjak, a Batyányi téri végállomás, vagy a Margit kéregállomás, amit most nem építünk át teljesen, egy hosszabb jármű esetén teljes át, de totális átépítésre szorulna, hiszen a Batyányi téren az egész váltókörzet, a mai alagút kialakítása meghatározza, hogy mekkora jármű férhet be. Most a Batyányi térre elkölteni 10 milliárdokat, miközben egyébként hosszú távon abban gondolkodunk, hogy a vonatok egy jelentős része ne arra menjen, ez nem lenne egy nagyon logikus dolog. Tehát eh, itt azért vannak korlátozó tényezők, amiket figyelembe kell venni, de a Csepeli Ágon is vannak ilyenek. Ami pedig a belső szakaszt illeti, ott ugye azért a 120 métert úgy érdemes elképzelni, hogy a hármas metró egy szerelvénye ilyen hosszú, e, ilyen hosszú lennének az új évek. Ezek azok az állomások, amik még elég racionálisan megépíthetők ezeken a helyszíneken. Minél hosszabb vonatok vannak, annál drágábbak, lényegesen drágábbak az állomások. Ezt a vasúti alagút kapcsán pontosan látjuk, mert ott azért hosszabb vonatokra kell számolnunk. A, ami a kérdést illeti, egyrészt azért az új vonatokban azt gondoljuk, hogy, hogy, azáltal, hogy ezek egyterűek lesznek, tehát nem hat különböző kocsi lesz, ahol ahol az első mindig jobban tele van, mint a középsők, aki jár Szentendré Héve pontosan tudja, miről beszélek, hanem egy belső átáramlás az uta, a kocsik között létre fog jönni, akár mondjuk a kettes metró vonatait, ha valaki megnézi, akkor azért egy sokkal, sokkal egyenletesebb utasadoszlás lát azáltal, hogy nem kocsikból áll a vonat, hanem végig átjárható, tehát ha egy-egy ponton többen is vannak, azért jobban szétoszlik az utasforgalom, ez itt érvényesülni fog, hosszabb lesz, és sűríteni is szeretnénk a vonatokat. Azért a, a látszott a, a, vonatszámból, amit bemutattam, hogy a, a mai vonatszámnál négyel több fog beérkezni a, a Batyányi térre, azért ez egy jelentős plusz kapacitást jelent. Így próbáljuk ezt a kompromisszumot megtalálni, és azt is látjuk, hogy ez egy új korszerű alacsonypadlós jármű, még egy alacsonypadlós járműnek vannak is a maga kompromisszumai, de a mai kelet-német éveknél azért egy jobb utas eloszlást és tágasabb környezetet fog hozni. Elvileg egy magaspadlós padlós jármű sokszor tágasabb és több benne a hely, mint egy alacsony padlósban, de ezek a kelet-német hévek a maguk kialakításával, sok szűk ülésével, szűk folyosóival, igazán sok állóhelyet és egy igazán kényelmes elrendezést nem kínálnak. Egy korszerű nagy kapacitású elővárosi motorvonat tud ennél jobb elrendezést, és valójában, tehát azt a férőhelyet, amit ma papíron tud a Szentendrei hév, azt valójában ezek a kelet-német vonatok nem tudják, sokkal hamarabb áll be a zsúfoltság érzése, mint hogy a papíron meglévő szám megjelenne, egy korszerű járműnél ez, 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 nem lesz így. Ezzel együtt, ha az a kérdés, hogy reggeli csúcsidőben mindenkinek lesz-e ülőhelye a, a Szentendrei héven, az nyilvánvalóan nem. Tehát egy ekkora kapacitású rendszert arra méretezni, hogy mondjuk mindenki leüljön, tudom, hogy nem ezt kérdezte, csak próbálom közérthetőbben megválaszolni, ezt, ezt nem lehet, tehát biztosan lesznek álló utasok, és ha van utasszám növekedés, akkor azt lényegében ezek az előbb elmondott elemek, hosszabb vonatok, egyterű vonatok, sűrűbb közlekedést tudják kiszolgálni a maihoz képest. Köszönjük szépen a választ. Kérdezem, felelő-e, vagy választ kapott-e a kérdésére ebben a formában? De igazából úgy is biztos jelzi nekünk, hogyha nem. Úgyhogy talán tovább is megyek az írásbeli kérdésekhez, és akkor, mivel jelenleg nincsen jelentkezőnk, aki, aki szeretne felszólalni, ezúton is bátorítok mindenkit, hogy bátran tegyék fel a kérdésüket szóban is. arra gondoltam, hogy délről éjszakra haladnánk, tehát a Batyányi tértől indulnánk, és mennénk fölfele, Békes-megyer felé de hogy, hogy, mindjárt magamra is cáfoljak, van egy kérdés, amit talán gyorsan meg lehet válaszolni. Ez Pomázról, Hardi Péter Alpolgármester úrtól kérdezett. Ő kérdezi, hogy előreláthatólag mikor tartják az online lakossági fórumot a Békás megyer és Szentendre közötti szakaszról, és ezt mindjárt meg is válaszolnám, hogy a tervek szerint 2022 első felében kerül majd erre sor. És akkor vissza délre, a Battyányi térre, és elnézést kérek, hogyha néha kicsit döcögős leszek, hiszen itt a keresgélni kell, keresgélni kell a kérdés, az összetartozó kérdéseket. Van egy ilyen kérdésünk, hogy mekkora beavatkozás szükséges a Battyányi téri alagútban, hogy az új szerelvényeket az fogadni tudja. tudnak -e erre az urak így kapásból válaszolni? Kezdem akkor igen, vagy mondom. Ugye névlegesen, a, régóta névlegesen a, a szabványok szerint 120 méter hosszú a évperon, tehát könnyű választ lenne azt mondani, hogy sem ekkora, de időközben viszont ugye azóta olyan szabályok születtek, amelyek az ütköző bak, ugye, hogy az esetleg hibás vagy, vagy megcsúszásban, utolsó néhány méteren való megcsúszásból ne okozza azt, hogy a hév az kimegy a, a, a peronra, hanem egy energiaemésztős, ami ugye egy, egy munkaúton, egy lassítási úton emészti el ez ez, 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 néhány métert ezen csökkentett, de azt látjuk, hogy a 120 méter hosszú szerelvény az állomás jelentős átépítése nélkül, tehát olyan bakkal, ami viszonylag rövidebb hosszon teszi lehetővé ezt, a, ezt, a, ezt, a, ezt az energiaelnyelést, a tervezés tartalmaz egy olyan megfontolást, ugye, hogy ma a peronnak a bejárató távolabbi végén van egy ilyen keresztfal, aminek nincs tehervéső szerkezete annak a kibontásával, tehát egy néhány méterrel tágasabbra, hosszabbra tehető a gyakorlati befogadó képessége, a mai gyakorlati befogadó képességénél. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy ezentúl, majd száguld, sem fogja azt jelenti, hogy száguldozva érkeztetnek be a szerelvények, hanem a peronnak az északi oldali kezdetétől kezdve ugyanúgy 20 km per órás, és az utolsó néhány méteren pedig egy 10 km per órás sebességgel megérkezve, de a 120 méteres szerelvények befogadásához a kialakítás, az aluljáró szerkezet, alapszerkezet megbontása nélkül kialakítható az elmondott kisebb beavatkozásokkal. Köszönjük szépen a választ. Ez volt a Batyányi tér, most egy picit északabbra megyünk a Margit hídhoz. Következő kérdés érkezett. Budai híd, Margit híd Budai híd felszíni megállóhelyel számolnak-e? Mármint, hogy összek, hogy akadálymentesítés volt a kérdés, nem? Ja, a felszín, igen, a én, én, azt hiszem, igen, 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 Bár nem, nem egyértelmű, mert a kérdés az mindössze ennyit tartalmaz. Igen. Azzal nem számolunk. Uh, ami pedig a, van egy ilyen kérdés, akkor elébe megyek, ha megengeded, hogy a, a, az akadálymentességet hogy biztosítjuk. Tehát az akadálymentes eljutást a 4-es 6-osra szeretnénk biztosítani, ebben még most a tervek kapcsán különböző verziókat vizsgálunk. Nyilván ez érinti a 4 6 -os vágányainak valamekkora átépítését, és érinti a budai hídfőben több kisebb-nagyobb átépítést. A Margit híd egy műemlékhíd, a felújítását ugye még mi fejeztük be 2013-ban a BKK-ban. Ez egy elég érzékeny kérdés, a fővárosi önkormányzattal még minden terverziót nem egyeztettünk végig, ez folyamatban van. És még a végleges műszaki megoldást én nem tudom megmondani, de nagyon röviden látszott is az ábrán, amit Somodi úr bemutatott, Részben azt a verziót is nézzük, ami, hogy a régi vámházak helyén érkezzen föl egy lift a Margit Híd fölső szintjére, és olyat is nézzünk, ahogy a keresztalójáróból a 4-6-os perronyaira közvetlenül lehessen lifttel feljönni, mind a kettő elég jelentős átépítést igényel. De mi is azt gondoljuk, hogy ha a kettes metró akadálymentesítése rövid távon nem is reális, mert az egy óriási beruházás lenne, akkor legalább a Hévről a 4-6-os felé adjuk meg ha már akadálymentes vonatok vannak, akadálymentes peronok vannak, akkor az akadálymentes kombinós 4 és az akadálymentes hév között meg kell tudnunk oldani az akadálymentes átszállást, ennek a műszaki megoldását. nem is azt mondom, hogy keressük, mert már nagyon sok műszaki megoldás megvan, de hogy a híd, Margit híd kezelője, a 4 hatos villamos kezelője, a BKK és a főváros melyiket tartja ezek közül elfogadhatónak egy kényes műemléki környezetben, erre még nincsen meg a végleges válaszunk. Köszönöm szépen a választ. A következő megálló a Szépvölgyi út lenne, viszont ahhoz úgy látom, hogy nem érkezett be kérdés, úgyhogy megyünk tovább a Tímár utca irányába. Először is egy gratuláció. Valaki azt írta nekünk, hogy Tímár utcai átjáróhoz gratuláció. Köszönjük szépen. Van azonban ugyanehhez az átjáróhoz már kérdés is. Mennyivel biztonságosabb a szimbeli keresztezés, mint a felüljárós? Hány baleset történt vasúti szintbeli átjárón, és hány baleset történt felüljárón? várhatóan hány mozgáskorlátozat fogja használni a Tímár utcai megállót? Hát az, hogy pontosan hány mozgáskorlátozót fogja használni, azt én meg nem tudom mondani, de az biztos, hogy a Tímár utcai fölüljáró egy elavult szerkezet, állandó konfliktusokat okoz kerékpárosok és gyalogosok között, ráadásul a hévvel utazók számára azért egy kényelmetlenséget okoz ez a föllelépcsőzés, aki ott lakik ezt, vagy ott ezt a megállót használja, ezt pontosan tudja, ráadásul ez a felüljáró ebben a formában nem akadálymentesíthető, és egy ilyen beruházásnál, ahol ennyi pénzt elköltünk arra, hogy akadálymentes legyen a rendszer, elvárható és egyben kötelező is, hogy akadálymentesítsük a megközelítést. Lényegében ennek a felüljárónak minden ágához listet kellene építenünk ahhoz, hogy, hogy ez akadálymentes legyen, nem hordoz ez ilyen előnyeket. Az Árpád nem útja nem egy kiemelt kapacitású főút, tehát egy zebrát nyugodtan lehet rajta nyitni, pár sarokra innen van is. A hév színbeli átjárását meg lehet oldani biztonságosan, hiszen itt nem zubognak át tehervonatok, ez nem egy, nem egy országos vasúti pálya, tehát inkább a felüljáró elbontását és egy színbeli új csomóponti rendszernek a kialakítását tartjuk akadálymentességi szempontból, és a hév kényelmi, meg, kényelmes megközelíthetősége szempontjából is szükségesnek. Ez nyilvánvalóan egy védett fénysorompóval ellátott, és egyébként pedig a közúti keresztezés kapcsán lámpázott csomópont lesz, tehát a biztonsági kritériumoknak meg kell felelnie, meg is fog felelni. Köszönjük szépen a választ. Még, még itt a környéken maradva, a görzenel területéhez kapcsolódóan érkezett egy kérdés, tehát tulajdonképpen kicsit visszamentem most délre. Komoly változások lesznek a hív vasúti pályamenti autós kereszteződéseket illetően. Az ex görzenál mögött, Slakta Margit a súlyosan veszélyes kerékpárút összeszűküléséhez hozzányúlnak-e? évprojektben nem, de a BKK állami támogatásból a kormány finanszírozásában most folytatta le épp mai, vagy tegnapi hír volt ez, a tervezési tenderét az Euróvaló kerékpárút átépítésére, ami érinti ezt a csomópontot. Hogyha a BKK sikeresen lezárja ezt a közbeszerzést, amire most kaptak ajánlatot, már pedig reméljük, hogy így lesz, akkor elindul ennek az Euróveló szakasznak is a tervezése. Ennek a projektnek a részleteiről a Budapesti Közlekedési Központ tud tájékoztatást adni, de nyilván szakmai együttműködésben minden részletét tekintve összehangoljuk ezeket a terveket egymással. Köszönjük szépen, és akkor robogunk tovább észak felé, megérkezünk a Szent Lélek térre, és ide több kérdés is érkezett, azt hiszem. Az első talán legyen ez, hogy az Icsikastély mellett kerékpárút átvezetés lesz-e? A, nem pontosan tudom, hogy mire gondol a kérdező. Ugye egyrésztről lesz az a híd, amit most a, bemutattunk a prezentációba, ami részben a hév fölött átemelve részben a alsó rakpartról nyit egy új kapcsolatot az, a hajógyári sziget, Obudai sziget felé. Ez ugye megnyitja a hiányzó kapcsolatot a főtértől is a hajógyári szigetre, meg a Szentlélek tér felől is a hajógyári szigetre. Ha az a kérdés, hogy a parti nyomvonalon végigmegy az Euróveló, arra az a válasz, hogy nem. Az előbbi válaszomban említett Euróveló tervezés, tehát a az észak-déli kerékpárút tervezésben a BKK egy olyan műszaki megoldást szeretne, és erre írt ki tervezési tendert az előbb említett államfőváros megállapodás, kormányfőváros megállapodás alapján, ami az észak-déli euróveló nyomvonalat beviszi a Káhidon a Szigetre, és a, ezen az új hídon keresztül vezeti vissza a rakparti kerékpár útra, ezt fogja a BKK terveztetni. Remélem ez megválaszolta a kérdést. Még esetleg arra utalhatott a kérdező, most csak én is találgatok ilyen szempontból, hogy az a főigazgató úr által is említett rendkívül beszűkülő kis járda szakasz, nem tudom, megnyitásra kerül -e esetleg a kerékpárosok előtt. Nem, az, nem az nem egy gyalogos kapcsolatként marad meg, azért nagyon keskeny, igen. A másik oldalon lehet majd, tehát a, a kifelé menő peron, ugye az a peron is becsúszik a híd alá, vagy ott is van ma, de még bejebb csúszik az Árpád híd alá, tehát annak a folytatásában lehet majd megközelíteni a H híd térségét a Dunaparti oldalon. Ugye nyilván a, a Zicsikastőjének az átalakítása sem lehetséges, illetve hát nem lehet arrébb húzni magát a, a, a vágányokat sem. Nem. Jó, a hídról e, beszéltünk, ehhez is érkezett kérdés a két végpontján lépcsők lesznek-e ennek az új vasúti hídnak. Nem is tudom, valószínűleg ugye arra gondol a kérdező, amelyik a, át, átmegy a vágányon. Mindenképp lesz lépcső is, szeretnénk azt, hogy legyen rá kerékpáros rámpa is. Ennek a tehát az az ötlet, hogy itt hasznosítsuk újra ezt, a, ezt az elbontandó vasúti hídelemet, ez megszületett, kidolgoztuk, a kormány elfogadta, és most kezdődik el a részletes tervezése ennek, ott fog minden részletkérdés eldőlni. Mi azt szeretnénk, hogy legyen rámpa, a kerékpárosok számára, de nyilván mind az Icsikastély hátsó része egy érzékeny környezet, a hajógyári sziget is egy érzékeny környezet, főleg, hogy ott nem is mindenhol a közterületre érkezik meg a híd. Tehát ebből még sok egyeztetés van előttünk, mi azt szeretnénk, hogy legyen rámpa. Itt részletes terveink azok körülbelül 2022 tavasz végén, ugye Laci, jól mondom, lesznek, és akkor tudjuk majd ezeket bemutatni, de a szándékunk a rámpa. Köszönjük szépen a választ. A filatorigáthoz megyünk tovább. Filatorigát délebre helyezése ellen mik voltak a főérvek, nagyon közel van Kaszásdűlőhöz, és az új Waterfront City lakóparknak jó lett volna, hogyha délebre van a megálló. Igen, amikor mi vizsgáltuk ezt a kérdést, arra jutottunk, hogy Kasszás és a Szent között a Filatorigát ugye ilyen egyharmad, kétharmad arányban osztódik, és nem fele-felében. Míg ha fele-felében lenne, akkor az újonnan épülő lakóparkot és a Bogdáni út térségét is jobban ki tudná szolgálni, de ott ma közterületen nincsen annyi hely, hogy egy peron elférjen. Ezt csak úgy tudtuk volna megtenni, hogyha a Waterfront City fejlesztője átad valamennyi területet a hív fejlesztésére. A fejlesztő ezt nem kívánta megtenni, illetve, ha én jól értem, tartott attól, hogy az újonnan épülő lakóparkba beköltözőket zavarna ott egy hévmegálló. Ezt én személyesen nem osztom, de nyilván egy frissen megépülő lakópark magánterületeit mi nehezen tudnánk igénybe venni, azért nem adtuk itt föl. Megkerestük a fővárosi önkormányzatot, főpolgármesterületet és a harmadik kerületi önkormányzatot is ezzel a kérdéssel, de mind a két önkormányzat úgy foglalt állást, hogy maradjon Filatorigát a mai helyén. Ezek után a BFK részéről elálltunk ettől a javaslatunktól, és a, BfK, és a Filatorigát mai helyszínén való felújítását tartalmazza a projekt, ahogy ezt be is mutattuk. Köszönöm szépen a választ. Egy pillanat, és már is megyek vissza további kérdésekhez. Sőt, nem vannak szóbeli jelentkezőink, úgyhogy akkor most lehet, hogy inkább megadom nekik egy lehetőséget a kérdezésre. Vannak <coughs> először. A mikrofonját akkor szerintem hallani fogjuk. Mute. Jó Mi napot kívánok! Jó bon napot kívánok! Két kérdésem van, az egyik kérdés, hogy szó volt arról, hogy a, a ugye összenyithatók lesznek, hány bicikli lesz rajtuk szállítható. Az én, mi, az én családom, ugye négy gyerekből áll, haton szoktunk együtt biciklizni. A komák barátok is jönnek, ott is asmóla nagy család van, tehát egyszerre hány bicikli fog elférni a hívszerelvényen. Ez az egyik kérdés. A másik pedig, hogy itt már volt, Említve a zajvédelem, kaptunk is rá választ, de a Szentendrei út és a Hívzai az összeadódik, tehát itt a Mocsáros Mocsárosdűlénél, én a Ringató utcán állakom, hogy mindenféleképpen lobbiznék amellett, Cs hogy, és ez egy érzékeny téma, mert beszéltem polgármesterrel, korábival, mostanival is, hogy a, hogy a, hogy a zajvédelemnek a megoldási komplex dolog, és most látom azt a lehetőséget, hogy hozzá lehessen nyúlni, hogy így zajvédő fal legyen egy mocsáros dűlön, ahol amúgy is felszínen szeretnék a hévet vezetni. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, és ahogy látom közben ezt, ezeket a kérdéseket uh, talán mind a kettőt föltette írásban is. Köszönjük szépen, akkor kérem Igen, ahogy a úr elmondta, alapvetően ugye nem építjük át a pályát. Tehát a budapesti szakaszon a hévpálya állapota nem indokol átépítést, itt alapvetően a megállókat fejlesztjük. Uh, ennek ellenére, hogy nem építünk bele, tehát nem, önmagában nem kell újra vizsgálni ezt a kérdést, egy alapos zaj elemzés készült, zajfelmérés. Ez azt állapította meg, hogy az új járművekkel halkabb lesz a hév, és nem hangosabb. Most ezek után ezt a projektet mi zajvérő falakkal megterelni nem szeretnénk. Már csak azért sem, mert bár nyilván, aki távolabb lakik, az mindig szeretné, de aztán, amikor zajvédőfalakról beszélünk a városba, akkor a környéken élők pedig nagyon gyakran tiltakoznak ellene, mert, mert elcsúfítja a városképet, el, elvágja őket a környező városszövettel, el, itt nagyon közel vannak évhez házak, azoknak a kilátását teljes egészében megszüntetni, tehát egy végeláthatatlan vitát húznak magunkra. Ha jogszabály kötelezővé tenné, akkor ez muszáj lenne, de mivel nem építjük át a pályát, nem lesz hangosabb a hív, és, 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 nincsen erre jogszabály előírás, sem úgy értem, hát nem, fog a zaj növekedni, mi most ebben a projektben zaj, plusz zajvédelemmel nem számolunk. A Szentendrei út zajvédelme az egy felvethető kérdés, de az meg, azt, azt ne terheljük rá a hévre, mert így módon direkten ez nem függ össze. Ami a másik kérdését illeti, nyilvánvalóan, ö, ö, nyilvánvalóan az a cél, hogy lehessen kerékpárt szállítani, akár egy olyan nagy családnak is, mint az önöké, a vonat két végében mindenképpen tervezünk kerékpártárolókkal, vagy kerékpárszállítási lehetőséggel. Ahogy ezt elmondta a főigazgató az első válaszok egyikében ennek a pontos számát most nem tudjuk még megmondani, mert a tender kiírása még folyamatban van, de ilyen vonatonként 8-12 kerékpárral számolunk. Egy ponton túl ezt nincs értelme fejleszteni, mert elveszi, vagy növelni ezt a számot, mert elveszi a helyet az utasok elől, Ráadásul Budapest és Szentendre között azért egy jó minőségű, nemrég fejlesztett kerékpárút van, tehát azt gondoljuk, hogy azért sokan végig biciklivel mennek a hétvégi kiránduló forgalomban. A reggeli csúcsidei ingázás, tudom, hogy nem ezt kérdezte, hanem a hétvégi kirándulás, de a reggeli csúcsidei ingázásban pedig nem bátorítjuk azt, hogy az emberek biciklivel együtt ingázzanak, mert épp a többi utas vennék el a helyet. Tehát a reggeli csúcsidőben azt bátorítjuk, hogy inkább tegyék le a bicikliüket valahol az állomáson, ahol odaérnek a hévhez, és onnan bicikli nélkül utazzanak magán a Szentendrei héven. De a válasz röviden tehát az, hogy hogy egy, egy vagy két nagyobb család biztosan fel tudja vinni a biciklét majd az új hévre, a pontos számot azt a tenderkírásig fogjuk véglegesíteni, hogy hogy tudjuk ezt besakkozni ebbe az új járműbe. Köszönöm. Köszönjük szépen a választ. Kérdezem, megkapta a választ a kérdésére? Hát köszönöm, köszönöm, szépen, megkaptam az, tehát én a hív mellett lakom 110 lépésre, tehát az, a Szentendri útról is ebben már benne van a hív is, Úgyhogy én azért szomorúan hallom, hogy, az a elemen nem foglalkoznak, mert mikor még volt a hív ugye legutóbb akkor elbontották a falakat, és én azóta két évvel lakok itt, és, és 50 decibel ez zajszint van, ami lehet, hogy egészségügyi határon belül van, de, de itt a szomszéd akkor nagyon visszaverődik a, a, hívnek a zajat, tehát ezzel küzdünk, és ha legalább nincsen zajvédőfal, elfogadom, de akkor legalább egy, egy zöld sövényt ültessenek a kerítés mellé, ami egyrészt eszétfikus, másrészt oxigént is ad, és ugyanakkor pedig csökkenti magát a zaj, a zaj, szintet is. Ezért is lopizok, mert ha megnézzük itt, pont a római lakótelepnél. Látjuk, hogy a Szentendrei úton középpen le van betonozva, nincsen zöld sáv lehetőség, úgy, ahogy a római fürdőnél esetleg van. Tehát itt, itt minden összesűrűsödik itt a Ringgató utcai felüljáró római lakótelepnél és abszolút e, e, a zajvédelem az, 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 az hátra van sorolva, amit lehet, hogy egy ilyen zöld megoldással lehet csökkenteni, és nem utolsó sorban szépíteni a környezetet. Köszönöm. Hogy ígérjem azt, hogy az új vonatok mindenképpen halkabbak lesznek, mint a maiak. Tehát a helyzet javulni fog, nem romlani ennek a fejlesztésnek a révén. De ezt a javaslatot köszönjük. Ezúton is mondom a kollégáimnak, mert hallgatnak bennünket, de, de fogom jelezni felé, hogy ezt meg fogjuk vizsgálni. Mi is szeretnénk az ilyen leszakadó területeket, meg ahol a hév mentén van, mert mint úgy értem, hogy a, a hévfejlesztés nyomán megmaradó ilyen kisebb szigeteket, meg ahol csak lehet zöldíteni. Most egy példát mondjuk, mondjuk Filatori Gátnál azt a nagy leaszfaltozott csíkot ott középen zöldíteni a két peron között, vagy a két vágány között. Megnézzük, hogy itt az ön által jelzett helyen, a ringató környékén van-e lehetőség arra, hogy akár egy olyan sövénysorral csillapítsuk a kerekek, a hívkerekeim felől fölcsapódó zajt, ami segít önöknek. Ezt ezúttal is kérem a kollégáimtól, meg fogom külön is, hogy ezt nézzük meg, és ha lehet, akkor ezt be fogjuk építeni a projektbe. Köszönjük szépen, hogy ezt elmondta Cs. és javaslatot tett. Még egy egy, egy adós vagyok, hogy egy dologban pontatlan mondtam. A Margit Hidi felszíni Peron, ami ugye a régi évnek a peronya, az, azt meg fogjuk csinálni újra, de nem fogod megállni a év menetrend szerint. Az csak azt a célt fogja szolgálni, hogyha valamilyen üzemzavar van a föld alatti állomáson, akkor lehessen átmenetileg, vagy üzemzavar esetén ott is lefölszállni a hévről, de menetrend szerint üzemben azt a fönti peront ugyanúgy, ahogy ma is, a jövőben sem fogjuk használni. Csak az előbb, nem ezt nem pontosan fogalmaztam, úgyhogy emiatt szerettem volna ezt kiegészíteni. Köszönjük szépen. Még egy szóbeli hozzászólunk a kérdezőnk felhasználó névvel. Neki adom most meg a szót. Jó estét kívánok, jó estét kívánok, üdvözlöm az új vagyok, és a Filatorigáti Gáti kapcsolatban lennének kérdéseim. Pont a környéken lakom, és nekem az alapvető problémáim vannak. Jelenleg a Ladik utcának ez a része, amit a Filatorigáti vezet, ez egy kivilágítás nélküli utca, ugye itt vezet el egyébként ugye az Euróvelo 6 kerékpárút is. Innen a Bogdán út utca felől, a reggelszörőben ezt úgy lehet egyébként megközelíteni, hogyha ezen a régi gyártelepen átvág az ember, ahol szintén nincs közvilágítás, viszont ez este 10 és reggel 6 között ez le van zárva. Van esetleg arra lehetőség, hogy ez a, hogy én, én úgy gondolom, hogy ez a Fidatoligáti megálló nem a Waterfront City mellé, hanem jelenleg itt a graffiti fal, ahol van vagy, annak a magasságába lejjebb kerüljön. Sokkal vonzóbb alternatíva lenne az itt lakóknak a Hév használata. Továbbá, hogyha esetleg körülnézek környéken, akkor még a következő problémák vannak. A északi irányú Peron Batyányi téri végénél, a Ladik utcai kerítés a hév megjavítja, néhány nap múlva állandóan át van erővágóval vágva, ugyanis jelenleg, hogy én a Batyányi vagy a Margit híd felől jövök, és ide a lakótelepek felé szeretnék menni, akkor lényegében teljesen fölöslegesen kell 250 métert sétáljak, a hév peron végén teljesen illegális módon, itt a kerítésen átbújva közlekedünk igen sokan. Hogy egyrészt a peron a helyezése a Ladik utca, de a graffiti fal elé nem merülte fel. A Ladik utca egyébként az gondolom, hogy jelen forgalmában tehát nem alkalmas a autós, kerékpáros és gyalogos közlekedésre, tehát legegyszerűbb lenne ezt egy forgalom csillapított csak kerékpáros és gyalogos utcává átalakítani. Nagyobb hely lenne, illetve lehetséges lenne az észak irányú Peron déli oldalán egy új gyalogos átkerőhely létesítése. Köszönöm a kérdést. Köszönöm a lehetőséget a kérdésre. Itt mi köszönjük a kérdést, így van. Ki tud erre válaszolni? Mondom, A Peron áthelyezésére nem mernénk vállalkozni, hiszen egyrészt az Óbudai-sziget is, mint kiemelt rendezvény fontos, illetve a Perontól délre pedig egy közel már elkezd ívesedni a vágány, és bár nem tilos évekbe, évekbe peront tenni, néhány példa ezen a vonalon is van, de arra törekszünk minden lehetőség szerint, hogy a beláthatóság és egy biztonsági követelmények maximális és érdekében a peron, ahol csak lehet egyenesben van, tehát a meglévő helyén kell számolni. A világítás azt a projekt keretében természetesen megoldjuk a, a hét megálló és a közterület kapcsolatán, tehát a peronokon és a peron és a közterület kapcsolatán belül, arra nem mernénk vállalkozni, hogy a környező kerületi önkormányzati, tehát önkormányzati feladatba eső, vagy mind, az utca, mind a közvilágítás önkormányzati feladat, hogy ezeket magunkra vállaljuk, azt készségesen megtesszük, hogy a kerületi önkormányzat felé egyrészt jelezzük ezt a hívutasok számára, a kerületet érintő, de a hívutasokat is érintő világítási problémát. Azt, hogy a déli oldalra, ugye minden egyes fénysorompó, mert ezek fénysorompó védett átjárók tudnak lenni a biztonság Érdekében ez egy olyan többletbeavatkozás, ami a biztonsági berendezéseknek a költségét, rendszerét jelentősen növel, és minél több egymáshoz közeli, 150 méterre lévő átjáró van, ez pedig annál inkább ugye nehezíti azt, hogy ezeknek az zárási ideje jól koordinált és rövid lezár. Meg, meg fogjuk nézni azt, hogy lehet -e még egy átjárót. Szkeptikus vagyok benne, tehát nem nem, nem, inkább valószínűleg a nemleges választ, mint az igenleges. Azt én is tudom, hogy ott sokan átsétálnak ott keresztbe az uzott köven, tehát a, a problémát ismerjük, azt is, hogy a kerítést még ha meg is hosszabbítjuk előbb-utóbb, át lesz vágva, és ugyanúgy át fognak rajta e, sétálni. Tehát pizit szeptikus vagyok, a közvilágítási problémát jelezzük a kerület részére, és azért teszünk egy vizsgálatot a tervezővel, hogy ha mégis lenne még egy átjáró, akkor az nagyon, nagyon megnehezíteni a munkánkat, vagy esetleg a kezelhető tartományon belül van. Köszönjük szépen a választ. Közben jelezném, hogy még a hivatalosan 35 percünk van hátra a mai online fórumból, hogyha persze ezen picit túlnyúrunk, akkor nincsen semmi baj, de azért mindenkit arra kérek majd, hogy a hozzászólásában igyekezzen minél rövidebbre fogni, hogy mindenre jusson időnk. És akkor rögtön meg is adnám a szót most egy, egy, egy újabb szóbeli hozzászólónak, aki nagyon sok írásbeli kérdést is küldött nekünk, amit köszönünk. Jó estét kívánok! El. Nem tudom, hallottam, ugye? Igen, igen. Köszönöm. Két-három kérdésem, hogyha lehetne az egyik az, az hogy um, itt elhangzott Vitéz úrtól, hogy van um, útonás volt, hogy a pályák zöldítésére vonatkozóan, hogy erre voltak tervek. Ez külföldön nagyon sok helyen látom, belvárosban szépen locsolják ezeket a Zöld felületeket én tudok arról, hogy olyan növényzetről, ami nem is kell locsolni, tehát nem nagyon kell karbantartani. Ugyanakkor azt tudom erről, hogy erősen zajcsökkentő hatása van a zöldítésnek, hogy ezt így bevetni, különösebb építéssel nem, nem kell falakat húzni, nagyon megnövelni a zöld felületet. Ha azt nézem, hogy végig a sinek között ezt lehetne használni, akkor ez egy órási területet jelentene. Az első kérdésem. Ugye ez egy kombinált kérdés, részben az ötfölött, részben az alcsökkentés. A másik az, hogy mi, milyen szükség van egyáltalán erre a hajógyári szigetnek a bejutáshoz, arra plusz hídelemnek a bonyolult beépítésére, liftekkel, lépcsőkkel, hiszen ott van egy híd. Ott simán be lehet jutni most is. Maga a, a túloldalról, tehát a Zóbodai amit én is pedzegettem, hogy ez egy kicsit kritikus hely, több szempontból is, onnan az átjutás. A, ez a Duna felé, a víz felé gyakorlatilag egy egyszerű felszíni átjáróval meg lehetne csinálni, nem kellene ez a nagyon bonyolult és, és, és ilyen impozánsnak tűnő, de részben egy ilyen eltakaró, mint hogy most a nyugatinál most, most, akarják lemondani a felüljárót, de most, most, akarnak fölépíteni. Szóval kicsit értetetlen, a sok költséget is okoz, nem feltétlenül jó esztétikailag, valamint hát ergonómia szempontjából is az eltjutás, az már megvan oldva, de kell ide megépíteni. A harmadik a Vitéz úrhoz, ez csak egy, egy, egy kicsit ilyen személyes dolog, annak, idején ott voltam a Margit híd felújításán, mondta, hogy befejeztek, és ott is feltettem azt a kérdést, egy, egy, egy hogy hogyan oldják meg a, a, a hídnak a kapcsolatát a további marit körúttal, és akkor nagyon megérte nekem, hogy ott megszüntetik a mindenféle pocsolyákat, stb., ami nem történt meg gyakorlatilag, és akkor nagyon erős ígéreteket tett, Tényleg ezt többször is elmondta, hogy hogy fognak figyelni erre a pontra. Aztán utána a gyakorlatban nem valósult meg, hogy mennyire vehetjük ezt, amiket most elmondanak komolyan, terveket, hogy valóban megvalósulnak. Részben a kormányváltás lesz, nem lesz, tehát ez önöktől független, de általában mennyire elkötelezettek, amit most elhangzanak, hogy valóban meg is valósulnak. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük! Szívesvágány kapcsán! most ez nem fogja megnyugtatni, de van, ahol tervezünk ilyet, pontosan, ahogy mondta, inkább nem is füvet, hanem valamiféle kevésbé karbantartás igényes egyéb növényzetet, ajnövényzetet, de ez inkább a Csepeli vonalon és a Láczkeli vonalon van azért, mert a H5-ösnek a budapesti beépített szakaszán nem építjük át a vágányt, és még egy ilyen típusú beavatkozáshoz is, hogy, hogy ilyen növényeket telepítsünk, új vágány szerkezetre van szükség a mai erre, nem alkalmas. Emellett egyébként 50 km per sebesség fölött a megcsúszásvédelem miatt nem javasolt növénytelepítést, tehát ezért inkább a városi a például a Csepeli belvárosi szakaszon tervezünk ki ilyet, mivel itt a hévi jellemzően 50-nél gyorsabban megy az óbudai szakaszon, emiatt műszakilag sem ajánlott ezt. Tehát a rövid válasz az, hogy ezen a szakaszon nem lesz zöldítése a vágányoknak. A h -Hit kapcsán, hát itt, ön a kérdésébe is megfogalmazta a választ, tehát az óbudai főtér felől egy régóta elvágott, az óbudaiak által régóta hiányolt kapcsolatot tudunk így újra nyitni. A meglévő H-hír az alsó rakpartra köt ki, tehát az nem köt be az óbudai főtér, ezt mindenki tudja. A héven át ma az óbudai főtér felől és az óbudai belváros felől nincs átjárása az hajógyári szigetre. színbeli átjárót itt pontosan amiatt nem lehet nyitni, mint amit előbb Fidatorigát kapcsán Somodi úr mondott, hogy a Szentilegtéri átjáróhoz ilyen közel biztosítási és biztosítóberendezési okokból nem tudunk még egy biztosított átjárót áthelyezni. Tehát ez a híd pont azt szolgálja, hogy a hét fölött egy új átjáró nyílhassék az Óbudai, a régi hajógyár utca tengelyében a, a, a főtér és a, a, sziget között. Ami pedig az utolsó kérdését illeti, nem tudom pontosan, hogy milyen pocsajákról beszél, de e, nyilván lehetnek pocsaják a Margit híd környékén, én azért azt nem tudom kizárni. E, az, hogy a Margit híd milyen műszaki tartalommal épült meg, én azt gondolom, hogy az az rendben van. A gyönyörű műemléki felújítás elkészült, a leágazó hídat a Margit sziget felé, ami korábban kimaradt a projektből, felújítottuk. Sikerült elérni erre, nagyon büszke vagyok visszamenőleg is, hogy a 4-es 6 majdnem végig tudott járni a híd felújítás alatt, és a repülővágányokat pakolgattuk jobbra-balra a hídon, hogy végig tudja járni a 4-es 6-os, megújult az aluljáró a Margit -híd Budai híd főnél, betömtük a gyalogos aluljárót a Följebb a Margit -híd Budai hídfőnél, összhangba lett ez hozva a budai fonódó villamos hálózattal, és jól működnek együtt. Nyilván vannak olyan dolgok, amik eldöltek, például már korábban, és amik nagy viták tárgyai voltak, hogy milyen léptékű járdaszélesítés lesz, és az adottság, hogy mekkora lett, de olyat, az nem is erre vonatkozott a kérdése, úgyhogy ezt nem tudom megmondani. Az, hogy lesz -e kormányváltás, meg mi lesz, meg hogy lesz, én nem hiszem, hogy ez most ennek a fórumnak a tárgya lenne, hogy ebben ilyen politikai találgatásokat kezdjünk el. Én azt tudom mondani, hogy a Magyarország kormánya arról döntött, hogy ezt a HÉV projektet, amit most itt összefoglaltunk a mai napon, ezt szerepelteti Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervében, ami a járvány utáni helyreállítási terv. Erről a tervről jelenleg nem a HÉV projekt miatt, hanem egyéb okokból, amit a sajtóban nyilván önök tudnak követni, Vita van Brüsszel és Budapest között, és ez a tervez még nincs lezárva, de a magyar kormány arról döntött, hogy a vita ellenére ezeket a beruházásokat meg előlegezi, megfinanszírozza. Tehát ezekében amiatt nem lehet késődelem, mert az Európai Bizottság és Magyarország között nem a hével összefüggő közpolitikai kérdések miatt vita áll jelenleg fönn. Tehát jelenleg az, az a helyzet, hogy a fedezete annak, hogy ezt a projektet megvalósítsuk, megvan az, hogy nem holnap írjuk ki a kivitelezési tender, csak jövő évben, annak, annak az az oka, hogy a tervek még nincsenek kész, ezt a fórumot is most azért tartjuk, mert még most tudunk különböző javaslatokat befogadni, és ahogy Somodi úr elmondta, 2022 első negyedébe jutunk oda, hogy ezeket a terveket engedélyezni tudjuk, és aztán jövő év vége felé kiírni a kivitelezési tendereket. Ha a kérdés az, hogy, hogy a következő kormányzati ciklusban lesz-e elvi, teoretikus módja egy kormánynak megváltoztatni ezt a projektet, akkor az a válasz, hogy, hogy, igen, hiszen nem fog, tehát jelenleg emögött a beruházás mögött teljes kormányzati támogatás van, de hogyha egy másik kormányzati szituációban, egy más politikai felállásban esetleg ez a támogatás elmúlna mögül a beruházás mögül, akkor nyilván ezeket a forrásokat egészen addig, míg a kivitelező nincsen leszerződve, teoretikusan el lehet vonni. Én azt tudom ennek ígérni, hogy én személyesen is azon vagyok, a kollégáim is azon dolgoznak, a, a BFK-t felügyelő politikai vezetők, Fülés Balázs államtitkár úr, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter is, egyetemen azon vagyunk, azon dolgozunk, hogy ez a beruházás megvalósuljon, és ha én személyesen biztos azt tudom mondani, hogy ha az én feladatom lesz ez az áprilisi választások után is, akkor, akkor minden erőmmel azon leszek, hogy ezt a H5-ös meg tudjuk csinálni bízom benne, hogy ez válasz volt a kérdésére. Kijelentő módban fix dolgokat ígérni egy ilyen parlamenti választás után nyilván nem lenne szerencsés. A státusz az pontosan az, amit most összefoglaltam. Köszönöm szépen, közben látom, hogy Gyula megírta nekünk, hogy választ kapott a kérdésére. Köszönjük szépen. A, még egy pillanatra maradjunk a Filatorinál, és most akkor, a megengedik, egy darabig most az írásos kérdéseknél cövekelnénk le azért, hogy végigérjünk a vonalon de ahogy mondtam, még, még, itt a Filatorigát környékéhez érkezett kérdés, a Waterfront City-ből tervezett gyalogos hidat bele kell -e tervezni ebbe, vagy az egyszerűen elmegy majd a hét fölött? Itt gyanítom, hogy arra utal a kérdező, hogy vannak ilyen tervek, hogy maga a Waterfront City beruházás keretében készül egy új gyalogos híd a hajógyári szigetre. Nem tudom, hogy ennek egyébként milyen realitásai vannak. Egyébként gyanítom, hogy a, itt akkor a beruházónak a feladata lesz, hogy ők ö, ö, kitalálják, hogy hogyan szelik át a hévet. Nem tudom, hogy Dávid neked van-e is, Ismerjük az elképzelését a beruházónak. Én nem tudom, hogy ez a gyalogos híd megvalósul-e, vagy sem. Ha ilyen lesz, akkor nyilván annak külön színbe kell keresztezni a hévet. Ezt, ezt a mai hével, meg a jövőbeni fejlesztett hével kapcsolatban is ez igaz. Ezen dolgozik a Waterfront City fejlesztője hogy ez végül meg is finanszírozza, hogy ez meg is valósul, ezt majd én biztosan nem tudom megmondani, de az biztos, hogy a terveket összenéztük, és van összhang a két fejlesztés között. Köszönöm szépen a választ. És akkor elstartolnánk a Filatorigert megálló helytől, mennénk tovább északra. Kapásból van egy ilyen üzenetünk, hogy gratuláció a kaszásdülői zebrákhoz, ezt köszönjük szépen. És kérdés is van kaszásdülő megállónál. Kaszásdülőnél a P bővítésének lehetőségét vizsgálták-e? Uh, igen, talán ez, ez a kérdés, ami a Kaszás Gyűlőre vonatkozik. Vizsgáltuk, de az a közlekedéspolitikai megfontolás uh, uh, vezeti a projektet, hogy Békásmegyernél beljebb P pluszer parkolót bővíteni nem szeretnénk, mert ez plusz forgalmat vonzana be, lokális konfliktusokat okozna, és amennyi agglomerációs autó akár felül, akár a Szentendrei úton beömlik a városba, azt úgyse lehet P pluszer parkolókkal itt fölfogni, mert ennyi parkolót nem lehet építeni. Tehát a rövid válasz az, hogy Budapesten belül a BKK buszaival való ráhordást, kerékpáros ráhordást szeretnénk fejleszteni és előnyben részesíteni. Az agglomerációból és legutolsóként, mint a kapuzópontja Budapestnek, Békás állomáson tervezünk P pluszer fejlesztés, nagy arányú parkolófejlesztés, nagy százas léptékű parkolóhely fejlesztést, az Békás Pomázon és Szentendrén történne a fejlesztés részeként, Békás a bentebb nem. Köszönjük szépen a választ, robogunk tovább észak felé. Akvinkumnál az Esztergomi vonalról a hévre kanyarodó vonatok meg fognak-e állni? A jelenlegi vágányrendezés mellett sem a vasúti, sem a hév megállóban nem tudnak megállni, így ez az óránként két vonat elveszne az akvinkumtól, illetve akvinkumig utazóknak. Illetve valahol láttam hogy korábban egy arra vonatkozó kérdés is, hogy ez melyik ütemben valósulna meg a, a vonatnak a bekötése a hévbe. Most azt szeretnénk, ez egy nagy-nagy illesztési munka, mert bár a MÁV is MÁV, meg a HÉV is MÁV, de azért ezek nagyon eltérő rendszerek, de azt szeretnénk, és én nagyon bízom benne, hogy egy sikerülni is fog, hogy óránként kettő vonatot az Esztergomi vonalról, nem Esztergomból, hanem a közelebbi településektől be tudjunk kötni a Batyányi tére, már ebben a projektben, tehát a 2026-ig tervezett első ütemben, és aztán ezeknek a vonatoknak a száma nőne, ha egyszer megépül az ötös metró, és akkor már óránként négy vonat, tehát négy óránként jönne be a kettes vasútvonalról az ötös metróba. A, az összekötés ebben az első ütemben is, ez az óránként kettő, ez nem a Szentendrei hévből lenne elvéve, hanem ez plusz lenne a belső szakaszon. Tehát a kérdésben foglalt azon a gály, hogy emiatt ritkulna a közlekedés békás megyel vagy az akinkum térségében ez nem, nem alapos, ahogy mutattam is a, a prezentációmban, ez egy plusz szolgáltatás lenne a mai éveken felül. Köszönjük szépen! a római fürdő megállóhelyhez én nem találtam most itt kérdést az írásos kérdések között, illetve beszéltünk erről a ezzel a szakaszsal kapcsolatban tett fel zajvédelem kapcsán kérdést, és így akkor meg is érkezünk Csillaghegyre, ide viszont már sok kérdésünk van. Tisztelt Vitézi úr, Csillaghegyi lokálpatrióta vagyok, sülyeztés, a Szentendrei jelenlegi nyomvonala bármelyik megoldás segítene, ürömtől, üröm önkormányzatom muszáj lenne hozzájárulást szedni, Uh, hiszen az új üröm itt ebben az irányba közlekedik. Uh, igen, tehát egy alapvetően forgalmi kérdés, hogy itt nagyon nagy dugók alakulnak ki. Uh, igen, akkor következő csillaghegyre vonatkozó kérdés. Csillaghegyi megállónál áthelyezik-e a déli oldalra a peront, ahol régen is volt? Aztán tervezik-e a csillaghegy római fürdő közötti szakaszon az OMV útnál a Cec köznél autós hívátjáró kialakítását a határút, Szentendrei út összekötése érdekében. Potenciálisan levehetné a terhet az Aranyhegyen ürömön lakó autósok által használt csillaghegyi hívátjáróról, bocsánat, kérdőjele átjáróról. És uh remélem kezelhető így, még, még, mondok csillaghegyi megállóhoz érkezett kérdést. Csillaghegyi megállóhoz már most is tömegesen érkeznek az autók ürömről, és más lakóparkokból ettől lebénú csillaghegy belső részének közlekedése is. Ha ide nem épül P pluszer, akkor ezek az utazók továbbra is autóval fognak tovább menni a belváros felé. A harmadik kerületnek van egy óvodája közvetlenül a megálló mellett. Az épület és a helyszín teljesen alkalmatlan óvoda céljára az önkormányzatnak évtizedes ígérete az óvoda elköltöztetése, de nincs rá forrás. Ha azt az ingatlan kivásárolna az állam, akkor tökéletes helyszín lenne P plusz és végre az óvoda is jobb helyszínt kaphatna. Azt hiszem, hogy ezek, ezek a csillaghegyre vonatkozó kérdések. Na, Jó, egyfelől öröm, hogy egyre többen használják csillaghegyen a hévet, akár ürömiek, akár a a harmadiek kerületiek csillaghegyiek. a, a Ugye a P plusz funkcióra itt is, az elmondom, hogy alapvetően az, az a cél, hogy a csillaghegyiek gyalogosan, vagy biciklivel, vagy, kerék, vagy autóbusszal közeli, közelítsék meg, az ürömieknél pedig azt gondolom, hogy időszerű lenne, ez nem esik, ami közvetlenül ennek a projektnek a hatáskörében, körében azt gondolom, hogy időszerű lenne egy olyan megoldáson, ugye ott most nincs is közösségközlekedési kapcsolat érdemben üröm felé, Tehát én azt gondolom, hogy ez egy felvetés tud lenni a részünkről, hogy ezt, ezt az ebben hatáskörre rendelkező szervek ebben, ebben, lépjenek, és ezt a fajta közösségi közlekedési kapcsolatot, ugye ott elég keskeny utcák vannak, tehát ott valami kis buszos megoldás jöhet esetleg szóba, de hogy ezt ebben történjen valamilyen előrelépés. Ugye a többszintű igazgatási rendszer van Magyarországon, tehát az, hogy milyen, milyen, a mi projektünk, vagy a mi cégünk abban, hogy kényszerítő erőt, vagy, vagy hogy mondjam, akár csak, hogy mondjam, a megmosolygáson, a másik fél részéről a megmosolygáson túlmenő javaslatot arra tenni, hogy üröm, üröm önkormányzata valamilyen közvetlen, vagy pénzben mérhető, vagy építési tevékenységben mérhető hozzájárulást tegyen. az tudom, hogy ez, hogy ez sikere járna ennek, ennek nagyon-nagyon elenyésző eny a, 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 az esélye. Parkolóhelyre itt egyszerűen nem, nem találtunk értelmes helyszínt, legfeljebb olyan, olyan telekvásárlásokkal, amelyek, ö, amelyek meghaladták volna a, a a lehetőségeinket. Azt, ahogy említettem, és továbbra is vizsgáljuk azt, hogy csomópontnak a forgalomtechnikáját lehet-e a mai elrendezésem mellett egy kismértékben javítani, picit csökkenteni, és a sorompó idejét, ezek ilyen másodpercekkel lehet-e játszani, de ezek, ezek, próbálunk, amit ebből ki lehet hozni, ezt megpróbáljuk, de ettől csodákat sajnos nem lehet várni. A megállóhely áthelyezését, hogy a déli oldalon legyen, ezt vizsgáltuk arra jutott a vizsgálat, hogy összességében ez nem jelentene előnyöket. Ugye a sorompó zárási idők ma úgy működnek, hogy van egy 31 néhány másodperces, ez Magyarországon egy hatósági jogszabályi előírás, ezt nem tudjuk lejjebb venni akkor se, ha úgy látnánk, hogy mint a 20 másodperc is elég lenne. Ezek hatósági jogszabályi előírások, az, hogy mennyi ideig piros a fénysorompó, az viszont lehet úgy szabályozni, hogy ezt az időértéket az is egy, akkor is egyformán legyen, hogyha helyből indul a vonat, meg akkor is egyformán legyen, hogyha hogyha menetből érkezik, ilyen szempontból talán a biztonságot még jobban is segíti azt, hogyha helyből indul. Tehát vizsgáltuk, de a sorompó zárás időszempontjából érdemi ráhatása nincsen annak, hogy a peron, az átjáró előtt vagy után van a megállóhelynek a peronja. Így arra jutottunk a vizsgátot. Elvégeztük, de arra jutottunk, hogy a, nem, nem hozna előnyöket a peronnak az áthelyezése. Így, mindkét irányban a keresztés előtti megállót tesszük. A határúti átkötésről beszélgettünk a keleti önkormányzat tal is. Nyilvánvalóan, hogyha csak azt leszűkítve a hív oldaláról nézzük, akkor nyilván ami mi szűk, szűk ebben vett, hogy mondjam, parciális szempontjaink alapján nyilván minél kevesebb átjáró van egy, egy ilyen sűrűségű 4-5 percenkénti gyorsvasúton, az annál, annál jobb a gyorsvasútnak a biztonsága szempontjából ugye egy gyalogos átkerési lehetőség rendelkezésre áll. Két ok van, ami miatt ezt a projektben nem tudjuk szerepeltetni. Az egyik az az, hogy a Szentendrei út bekötése, ugye ez ma is egy összágazási pont, ez egy további kapacitást, kiesést hozna létre, tehát gyakorlatilag a Szentendrei útnak, meg a 11-es útnak a fő áramát kezdeni el rongálni, hát, illetve nyilván olyan, útépítési beruházásokat is kapcsolna hozzá, amelyek pedig nem a, nem a hét projektek közösen összefüggő Tevékenységek, nem ideális ez a csillaghegyi helyszín, nem ideális az átjárási lehetőség, amiket aprókat lehet megtesszük, kerékpártárolókat, amilyen ösztönzési lehetőség megtesszük, és azt gondoljuk itt a végleges megoldás pedig az 5-ös metrónak a bemutatott tervbe vett, és a következő építős történő alagútba helyezése tudja majd megoldani. Köszönöm szépen a választ. Most csalok egy picit, mert fölmegyünk egészen a békes hív megállóig, és aztán majd utána jövünk csak vissza a csomóponthoz. Tehát a hív megállónál a következő a kérdés, Békes-megyere miért nem terveznek a peron alatt és a lakótelepek felé rámpákat? Hosszú, tehát az akadálymentes rámpáknak vannak szigorú szabályai, ahol megvan, nem tudom, ilyen 5%-os emelkedése lehet, 50 centis emelkedésenként pihenőket, tehát 9 méterenként pihenőket kell benne tartani. Az akadálymentes rámpák lettentő hosszúak, és igazából a hatályos építési szabályosok szerinti akadálymentesség kritériumok teljesítésére nagyon hosszú, nagyon tekervényes, nem vizuálisan és funkcionálisan és kényelmes szempontjából sem jó. Tehát azt látjuk, hogy a liftek és a mozgó lépcsőkerítés alkalmazása egy szűk helyen, reális költséggel, reális feltételekkel, reális vonzerővel kedvezőbb megoldást ad. Köszönjük szépen, és akkor most visszaugrunk a pünkösfürdői átkelőre, tehát magyar, maradunk békes -megyeren. illetve még talán hadd olvasom be, mert éppen közben írt valaki egy egy üzenetet az előző témával kapcsolatban a határúttal. A határút már régebben volt fénysorompos, átjárás gépkocsiknak, de a sorozatos balesetek miatt szintették meg ezt, csak mint érdekes információként. Sőt, valaki azt is hozzáírja, hogy nem javasolja, mert hogy iszonyatosan növelni az átmenő autós fordalmat mocsárosdőben. No, tehát akkor, ahogy ígértem, most akkor a pünköstfürdői fürdői átkelő témája. Egy pillanat... A pünkösfürdő szentendrei út kereszteződést átépíti-e több sávosra, jelenleg háromsában, hogy a kanyarodó és egyenesen haladó forgalom el legyen különítve. Ez az egyik kérdés. Illetve szintén ehhez kapcsolódó kérdés. Békás nem miért kell eltolva átvezetni a kerékpárosokat? Miért nem fér bele valamelyik csomó pontba Pünkösfürdő utcánál vagy a Magyar József utcánál. Ez a kettő ami ide vonatkozik. Jó, tehát a pünkösfüldő átépítés része, tehát ott négy, négy sáv széles kialakítás lenne, tehát mindkét irányba két sáv. Számos nemzetközi példát tanulmányoztunk arra, hogy a külföld is nagyon sok helyen törekednek megszüntetni ezeket a, főleg ahol sűrűn járnak a, a, vonatok, ezeket a színbeni átkeréseket, de ahol mégis fenntartják akár építési költség, akár pedig a helyszíni adottságok oldalán, ott azt a megoldást keresik, tehát úgy lehet összességében, hogy mondjam, kiszámíthatóvá vagy tervezhetővé tenni az átjutási feltételeket, hogy szeparálják a, vasúti átjárót és a szomszédos közúti átjárót. Tehát van egy olyan hely, ahol egyébként nagyon sűrű a vonatok, de egy-egy persze lezár, azt megugorják autóval, és utána viszont attól független a közúti jelzőlámpás átkerés és egy jó néhány tíz méterrel odébb van. A Pünkösföldi utcánál, a, meg a Csillaghegyen is egyébként, azt, hogy végül bedugul a forgalom, azt összességében nem a jelzőlámpás kereszteződés önmagában, nem is a sorompó léte önmagában, hanem a sorompó és, a, és, egy sokfázisú, több irányba kanyarodó forgalom egymással sorosan, szorosan egymás mellett van. Tehát összességében ez okozza a szűkületet, és a Pünkösfürdő utcán azt tartalmazza a terv, és ezt kívánjuk megváltoztatni, meg, hogy a nemzetközi gyakorlat összekezés, amennyire csak lehet szétválasztani a sorompót és az útkereszteződést, ezt az országúti oldalon, holos korvin utca felé, ugye lehet, amit egy ábrán mutattam, hogy egy körforgalomban összevonni a, a két T-csomópontnak a, a forgalmát, és gyakorlatilag a hévátjáróra egy hosszabb felállási szakaszon rávezetni, ahol a hévátjáró megközelítése és elhagyása anélkül lehetne, hogy ott néhány tíz méteren belül meg kéne állni ismételten. Ugye a Szentendrei útnak az odép helyezése, vagy ott ilyen kanyargós rávezetési pályák ott a helyrövidsége miatt nem alakítható ki. Ott egyrészt néhány autóval növelhető a felállási hely hossza, ugye a plusz egy sávos kialakítással, másrészt pedig azáltal, hogy a Pünkösd-Fürdő 11-es úti kereszteződésben a rampa, a három fázisú kialakítás helyett egy összesen kétfázisú válik, ami lehetővé tesz egy olyan Együtt dolgozó lámparendszert, hogy amikor a Hév elmegy, utána rögtön megnyitja az átjárón átközlekedő, de onnan csak balra kanyarodó kocsik lehetőséget. Tehát összességében ezáltal a hív átkerést jelentősen megkönnyítés, jelentősen kapacitává teszi. Ez egyébként valamelyest a Csillaghegyi átjárónak a forgalmának az oldására is alkalmas. Nyilván van hátültője is, hogy a Dózsa György utcán esetleg akkor még többen mennek, tehát ennek sok oda-vissza apró előnyhátrány mozgása van a kerület belső útházata szempontjából, de a pünkösfőn ez a megoldás minden számításunk alapján azt mutatja, hogy így picit szétválasztva a fénysoromp és a csomópontnak a, a sokfázisú működési rendszerét egyszerűsítve, ez jelentősen növeli és jelentősen egyszerűsíti a pünkösfőn, és kiszámíthatóvá teszi a pünkösfőn való átkelést. Ezt teszi szükségessé egyébként, hogy a heltai téren plusz kijáratok nyíljanak, és egy együtt dolgozó több, több alcsomópontból álló rendszer valósuljon meg. A kerékpárútnak a kettő közötti átvezetését, amire rákérdeztek, ugyanez ö, okozza, tehát hogy egy egyszerű kétfázisú keresztezés lehessen a Pünkösfürdől, vagy a 11-es úton lehet menni, vagy a hév, hév lehet kikanyarodni balra a Heltai tér felé, és a Heltai téren pedig szétoszlolni akár az előváros irányában, akár a lakótelep belső üthálózata, vagy a királyok útja irányába. Tehát ezt teszi szükséges, az, hogy a kerékpárút egy oldalirányban elhelyezett, máshol helyezett pozícióban kerül átvezetésre. Köszönöm szépen a választ. És akkor el is érkeztünk a város határig. Egy picit, mivel jött pár erre vonatkozó kérdés, ki kukkantunk észak felé az agglomerációba. Pomázon és Szentendrén szükség lenne parkoló fejlesztésre is. P pluszer koncepció elvetése sem jó szerintünk. Megnyugtathatom, ahogy aztán azt hiszem ez elhangzott az előadásban is, hogy Pomázon és Szentendrén is lesz P pluszer, egyenként legalább 300 férőhelyjel. Uh, Szentendrei végállomással kapcsolatban mikor fogja egyeztetni a BFK a fejlesztési terveit az utazók közönséggel és Szentendel város vezetésével? Volt-e bármiféle igényfelmérés, mielőtt elkezdték volna a tervezési munkát? Nagyon szoros együttműködésre volna szükség, sőt, a térség együtttervezésére és az önkormányzati és a közlekedésre használt állami területek közös hasznosítására ebben az intermodális központ kialakításában. Uh, én úgy tudom, hogy nagyon sok egyeztetés történt, Szentedre önkormányzatával is egyeztetett a BFK, sőt folyamatosan egyeztet is vele, és a maihoz hasonló lakossági, online lakossági találkozót beszélgetést is tervezünk, ahogy ezt már vezérigazgató is mondta, 2022 elején fog erre sor kerülni. Ez így van, tehát lesz lakossági fórum az agglomerációs szakaszról a 2022 első negyedévében, még most oda egy-két tervet véglegesítünk. Szentendre kapcsán mikor ott leégett az a spár, és egyébként is látszódott, hogy Szentendréni nagy nagyívű beavatkozás szükséges, akkor Vitályos Eszter államtitkár asszony keresett meg bennünket, és tett javaslatot arra, hogy egy nagyobb bívű átépítés történjen Szentendrén, akkor tartottunk is egy közös sajtótájékoztatót erről, és bemutattuk ezeket a terveket. Ezeknek a részletes kidolgozása zajlik, remélem rövidesen be tudjuk mutatni. Azért nem tartunk most az agglomerációs szakaszról fórumot még, vagy ma azért nem beszélünk róla, mert még nincsenek meg azok a tervek, amik ezt a nagy, nagy magas színvonalú új intermodális csomópontot kellően befogadhatóvá vagy átláthatóvá tennék, Amint meg lesznek, meg fogjuk tartani ezt a fórumot. Volt igényfelmérés, egy részletes kérdőív volt. Ez a kérdőív és a válaszok és a statisztikái a válaszoknak megtalálhatók a BFK honlapján. A BFK közösen tervezünk aloldalon a zöld csempék között vagy ilyen zöld gombok között. 1300 embert töltöttek ki körülbelül, akinek a nagy többsége Szentendrei. Köszönjük szépen nekik ezúton is, és figyelembe vettük a javaslataikat, és minden önkormányzattal, tehát az összes agglomerációs önkormányzattal, a fővárossal és az érintett első, második, harmadik kerülettel is több alkalommal egyeztettünk már az eddigiekben, és fogunk még a jövőben is. Köszönöm szépen a választ, és hát azért sem érdemes egybe tartani erről az online lakossági fórumot, mert ahogy láthatják már, 10 perc múlva 8 óra lesz, és tulajdonképpen még nem értünk a témánknak a végére, még a budapesti szakaszon sem. Úgyhogy van szóbeli jelentkezőnk is, hogyha minden igaz, neki adnám meg először a szót, és aztán utána átérünk megint csak, vagy visszatérünk általános kérdésekre, amik menet közben fölmerültek. Viszont az időrövítsége miatt kérem a következő felszólalót, kérdezőt is, hogy igyekezzen, legyen szíves minél rövidebben feltenni és a kérés kérdését. Következik. Igen, a következő kérdésem lenne. Egy, a Batyányi tér fejlesztése, hogy azért hallottam azt, hogy azért az előző fórumokon, hogy azért, hogy a Budapest átjárható legyen vasútilag is, hogy azt a Batyányi hogy a déli pályaudvar része, hogy a fejpályaudvar megszűnnek, mint ön a prezentációból hallottam a fórum elején. Hogy nem lehet azt tovább vinni azt a szakaszt, mondjuk a déli pályaudvar felé. Meg, meg lehetne vizsgálni azt, hogy melyik nyomvonalon, hogy merre, hogy azt a szakaszt a Batyányi tért, hogy még tovább vinni. Hogy átjárható legyen Buda is vasútilag. A másik kérdésem a Tímár utca. Ahhoz nagyon jó ötletnek tartom a Tímár utcai átjárót, és de azért a balesetekről gondolva, hogy ott azért nem fog megnövekedni a baleset, én is ezt kérdezem, hogy esetleg figyelmetlenül a hével lépnek gyalogosok, és hogy lesz biztosítva az átjáró. Ezen mm -hmm. kívül még fény, félsorompó, lesz-e oda téve? A harmadik kérdés, a Filatorigát, azt is jó ötletnek tartom, oda fedett peron. De miért nem középperonos lesz? Mi a szándékuk ott a területtel, amit felölel a Filatorigát? Uh -huh. Mert ott azért egy igen-igen hatalmas terület van. Aztán a csillag, aztán az a negyedik kérdésem, Kaszásgyűlön hol akarnak elágazó állomást építeni, mint ahogyan azt hallottam a fórum legelején az ötös metró fejlesztése véget, hogy ott lesz egy leágazás a Margit hit felé. Ott miképp akarják, mert ott megvan van még három vágány. Hogy akarják azt oda betenni a negyediket? Uh -huh. miképp lesz megépítve. Aztán az Aquinkum, ötödik kérdés, Aquinkum megálló hely. Ilyet nem lehetne egy, azért még lejjebb helyezni a hídhoz, vagy meghosszabbítani, hogy kényelmes átszállást kapjanak, akik Szentendre felől érkeznek, kényelmes átszállást kapjanak az Esztergom felé induló vonatokra. És a és még az a kérdésem lenne, hogy a békás megyer a föld alatt hogy fogják megoldani, hogy most azért láttam az állomást, hogy az üzemi épületet délebre helyez, hogy az ott megmarad a felszínen. De utána azért, ahogy néztem egy fényképen, azért az átjáró igen közel van az állomáshoz a Pünkös utcai útátjáró. Hogy ott mégis az a távolság, Elég lesz ahhoz, hogy a hévet levigyék a föld alá. Nem lenne célszerűbb megtartani, mert azért egy vasúti jármű, azért egy közútnál ott lehetséges egy ilyen hirtelen lejtés az autóknál. De azért a vasút, azért igen, igen. Had, hadd hát hadd, hadd sürgesem, mert ért, szerintem érteni fogják a szakemberek a kérdést. Van-e még kérdés? Több nincs, csak ennyi. Jó. Szuper, köszönjük szépen, akkor kérem az urakat, hogy válaszoljanak rá. Köszönjük a kérdéseket. Igen, elkezdem, és aztán szerintem át is adom a Lacinak majd közben. Batyanyi tér esetében a, az volt a kérdés, hogy a tér átépítése az, hogy kapcsolódik e ezt hogy jól emlékszem. Ott az első kerületi önkormányzatnak van egy futó projektje, amely tervezés alatt van. Ugye a buszokat azt kicsit előre szaladva kitették a kitették a térről, és talán előbb-utóbb elindul az átépítés is. Ezzel igyekeztünk összehangolni ezt a beruházást, tehát a liftek olyan helyre érkeznek majd meg, ami a mostani forgalmi rendel, meg a jövőbenivel is kapcsolatban van. Kérdezte még itt a vasúti alagút kérdést a déli felé. A budapesti agglomerációs vasúti stratégiában nagyon sok verziót vizsgáltunk. Ezt a dokumentumot elérheti a budapestvasút vasút 2040 n Most nem mondanám végig a változat elemzés eredményét de a déli pályaudvar bejövő nagyvasúti szerelvények esetén, ami eleve kevesebb, mint amennyi a nyugatiba jön, azt javasolja ez a stratégia, hogy a nyugati pályaudvar felé történjen egy átkötés távlatban, ez is egy nagy távlatú beruházás. A, 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 mivel ez összes olyan vonat, ami nyugat felől érkezik, tehát Buda, budai oldalon érkezik, az, az átvezethető így Pestre, nem lenne értelme már a Batyányi tér felől átkötni a déli pályaudvar felé. Vizsgáltunk egyébként ilyen verziót, de ezt elvetettük a, a budapesti agglomerációs vasúti stratégiában. A Tímár utcánál szerintem a legves, legveszélyesebb az, ha van egy kényelmetlen, lépcsőzős, nem akadálymentes átjáró, és aztán mivel az emberek nem szeretnek lépcsőzni, mindenki kivágja a kerítést és szabálytalanul rohangál át a héven. Ez ma a helyzet a Tímár utcánál. Ez a legbalesetveszélyesebb. Ha van egy fénysorompó, fénysorompóval védett színbeli átjáró a Tímár utcánál, ami ki van jelölve, amit a hévezetők tudnak, ami az eltolt hévperonok miatt a hévezetők számára belátható, és az induló hév látja, hogy átmentek -e az emberek előtte már, az szerintünk egy biztonságosabb kialakítás a mainál. Ezért is teszünk erre javaslatot. És akkor Lacit kérem, hogy a továbbiakra filatorigáltak, finkum merült fel, azt hiszem meg békás épület arra válaszoljon még. Köszönöm. Jó. Fiatorigátnál ugye a középpáron leginkább volt praktikus, ahol külön szintű aluljáros, felüljáros, gyalogos megközelítés van mozgó liftekkel, ahol két oldalt van a, a városnak és úti az elhelyezés, ott, az a praktikusabb, hogyha két oldalt van a a is, a középen van, akkor mindenkinek át kell menni a sineken, ha pedig két oldalt van, akkor, akkor csak az egyik esetben, ha át akar menni a túloldalra, akkor kell a sineket keresztezni. Összességében úti célok elérése szempontjából filatoligáton is kedvezőbbnek tartjuk, hogyha, hogyha ez marad a szélén. Egyébként ugye középre csak az északi fekvésében lehetne egyáltalán tenni a pálya átépítése nélkül, ott van ez a szélesebb középsziget, a déli oldalon ez további átépítések lennének szükségesek. Kaszásdűn az ötös metró megépült ekkor egy fő alatti, nem nagyon mélyen, de gyakorlatilag egy kéreg-kéreg megálló lenne, tulajdonképpen a mai útátjáró és a mai felszín megálló környezetében, közelében. Természetesen a, 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 a védendő régészeti értékeket megóvása mellett ezek alapos vizsgálatával épül majd meg a későbbi fázisokban a az a, az a legalább négy vágányos mélyállomás, aminek egy gyakorlatilag egy X alakú keresztező és részben végállomási forgalmat is kell, hiszen a Battyányi tér felől majd akkor már ritkább vonatokat, a nyugati pályaudvar felől két és fél percenként jövő vonatokat, és a 15 percenként az Esztervon mi vonalra kihaladó, és a 3-5 percenként békás megyere tovább menő vonatokat együtt, egyaránt, és egy, akár még betételeti végállomásként pedig önálló zárt kihúzó vágányokkal is rendelkező állomás lesz az ötös metró kiépítési fázis részeként fog tudni meg megtörténni. Akvinkumnál a megálló az korábban az Esztergomi vasútnál áthelyezésre került egy, egy környezetbe, annál közelebb már egy jelentős költségfaktor lenne, ott a pataknál kéne egy szélesebb hidat építeni, tehát annál közelebb, és a lakótelep is a másik oldalon van, tehát azt látjuk, hogy ennek a megállónak a mai elhelyezéséhez képest jelentős költséggel lehetne közelebb tenni az Esztergomi vasútvonalhoz, de összességében akkor sem válnak kedvezőbb a lakótelep és a vasúti átszállás együttes kialakításában. Békás megyen ugye, azért drága dolgok ezek az építések, de azért egyáltalán nem mindegy, hogy mennyire drága. Az ötös metró építési fázisában is azt mutatja minden vizsgálat, hogy ugye ma egy zárt szigeten semmi által nem zavarva ott van a felszín a békás állomás, és széles a biztonságos elhagyási lehetőséggel, ugye mozgó lépcső lift is épül, kihúzó vágányokkal, ezt semmiképpen ez nem éri meg ezt sok pénzért később sem a föld alá lerakni, ezért az ötös metrónak a békás csomóponti állomása és fordítópontja, betétjárati budapesti fordítópontja lényegében a mai fizikai helyszíni kialakításában lenne, és ettől délre kezdődne meg az a rámpa, ami a pünköstfürdő utca és a Csillaghegyi térségben a, 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 az ott lakók védelmét és a keresztbejárásnak a segítését ö, ö, szolgálja. A rámpa hosszúsága az, ahogy híd is jelezte, valóban nem tud leérni teljesen pontosan a mai Pünkös -Fürdi utcai utca átjáróhoz, ez a tanulmányterben készültek különböző változatok, valószínűleg a Horvos Korvin Lajos utca fele egy picit délebre kell tolni majd ennek, amikor majd ott a Héva fölötte átmenő felszíni közlekedési lehetőséget, de azt gondoljuk, hogy ez ott a lakóterp két oldalak közötti kialakításban ez a körülbelül 100 méterre való délebre helyezés, majd az abban az építési fázisban kedvezően is jól megoldható lesz. Köszönöm szépen a választ, és ahogy az órára pillantok, látom, hogy 8 óra van. Ahogy ígértem, hogyha még itt nagyon van pár olyan kérdés, amit rövidre tudunk zárni, akkor, akkor egy pár perccel túlhúzzuk a, a találkozót, de azért látom, hogy önök közül is sokan már távoznak, most már csak mintegy 70-80-an vagyunk így együtt. Egy néhány kérdés még, amiket most itt hirtelen látok, azokat fel fogom még olvasni. Ha valaki úgy látja, hogy, hogy van olyan kérdés, ami nem került megválaszolásra, és szeretné meghallgatni arra a választ, akkor kérem, hogy a közösen kukacbfk.hu címre írja meg nekünk. Én azt gondolom, hogy tényleg nagyon tartalmas volt ez a mai beszélgetés, nagyon sok minden elhangzott, tehát könnyen lehet, hogy sok minden kétszer is elhangzott akár. És akkor még két-három kérdést azt mondja, hogy a, a új szerelvényekre vonatkozóan van ilyen kérdés, hogy lesz-e, van-e arra lehetőség, hogy emeletes járművek legyenek ezen a területen. Erre talán én is meg tudom adni itt a választ, hogy a, az emeletes vonat a Batyányi téri alagútban nem férne el. Úgyhogy emiatt ez egyelőre nem a H5-H6 vonalaktárlati való összekötésének gazdaságos építhetősége miatt sem várható az emeletes vonatoknak a beszerzése a rekonstrukció idejére egy picit, akkor nézzünk erre is előre, hogy milyen lesz az, amikor ez, itt megindulnak a munkálatok. A rekonstrukció ideje alatt kell -e számítani teljes kizárásos vágányzára? Igyekszünk ezt minimalizálni, nehéz ezt ma még konkrétan megmondani. A budapesti szakaszon azért azt gondolom, hogy a peronátépítések, az állomások rekonstrukciója, mindez a munkák, amiket felsoroltunk, azért többnyire kisebb hétvégi vágányzárakkal, kisebb nyári vágányzárakkal, egyvágányos üzemekkel, amíg az egyik peron épül, addig a másik peron mellett azért oda-vissza ritkábban de lehessen közlekedni. Ezzel megoldható kár, hogy legyen, ezen leszünk. Nyilván még itt sok technológiai kérdés előttünk van, ami a külső szakaszt illeti, nyilván a teljes pályafelújításhoz, ahhoz fog kelleni teljes vágányzáros az agglomerációs szakaszon. Igyekszünk a budapesti szakaszon ezt, ezt amennyire lehet minimalizálni. Jó, köszönjük szépen. Egy, 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 utolsó kérdést. A gyorsított járatokat nem áll meg mindenhol, ugyanis hogyan lehet beilleszteni a mostani négyperces perces követésbe? Ez előzéssel, vagy hogyan valósulhat meg? Az óránkéti 16 szerelvény már négy perc alatti időt jelent alapból is. Még ez legyen talán az utolsó kérdés, amire akkor válaszolunk. Gyorsítás az elővárosi szakaszon lenne, ahol már nagyon korszerűtlen rendszerben 7 percnél közel nem is tudnak menni a vonatok, mert még ma is ilyen telefonnal értesítik a szomszédállomást, hogy indulhat el, ott egy korszerű biztonsági rendszer lehetővé teszi, hogy ott is két-három percre egymással megközelítsék. Tehát a gyorsított közlekedés az, az erővárosi szakaszon lenne, és nem, nem azon, az út, azon a módon, hogy csökken a megállások száma a kisebb programú megállóhelyeken, hanem azon a módon, hogy összességében több vonat közlekedik a Szentendrei szakaszokon. Gyakorlatilag azt a megoldást jelenteni, hogy Budakalászon, Pomázon és Szentendrén is a fő, fő csomóponti egy-egy megállóhelyen áll meg, három megállót kihagy, és az így nyerhető három perc okozza azt, ami a 35 és a 32 perc közötti, tehát hogy négyről hét, négy helyett, hét perccel csökken Szentendre helyett a, a gyorsított vonatoknak a, a, menetideje. És ezzel a három perccel még nem éri ut utol a másikat, vagy épp hogy utoléri, de nem kell megelőzni, tehát előztetésre nem lesz szükség ez a, ezt szeretnénk. Ha ez volt az utolsó kérdés, akkor Gergőre nézek, akkor én ezúttal is megköszönöm a BFK nevében mindenkinek, hogy részt vett. Ha még van olyan kérdés, amire esetleg nem válaszoltunk, hiszen a lényegét csoportosítottuk, igyekeztünk mindenre, de valamire nem válaszoltunk, akkor azt megpróbáljuk e-mailben még pótolni, illetve kérjük, hogy a közösen kukat ra küldjék el, amíg maradt kérdésük. A mai fórum prezentációját és az előadást az elején azt videóformában és prezentációformában is elérhetővé fogjuk tenni a BFK honlapján, YouTube csatornánkon és a Facebook oldalamon is ki fogjuk tenni, ahogy ezt ilyenkor szoktuk, úgyhogy visszanézhető lesz. Bízunk benne, hogy azokon túl, akik ma itt voltak, ezzel a lehetőséggel élni fognak, és így még több emberhez el tud jutni mindaz az információ, amit ma igyekeztünk megosztani önökkel. Nagyon köszönjük, hogy ennyi időt ránk szántak, a projektre szántak, a hévre szántak, érdeklődtek, eljöttek, kérdeztek, bízunk benne, hogy tudtunk válaszokat adni, és hasznos információval tudtunk szolgálni. BFK részről köszönjük szépen, és vigyázzanak magukra. Ezért már nem is tudok semmit hozzátenni. Köszönjük szépen a viszontlátást!